Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Hat óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, jó reggelt! Drága hallgatók! Hello mindenkinek, itt vagyunk. Na, mivel kezdünk? Fú, gyerekek, hát sok minden volt a hétvégén. Olyan volt most, mintha egy éve nem találkoztunk volna. Viszont tényleg sűrű volt. Élet. Szép volt, fiúk. Egy szép volt, fiúk. Az volt. Is jó volt, igen. Anna, csinálsz nekem egy kávét, léci. Az újból? Az újból. Köszönöm. Presszó. Kis presszó, nagyon tága vagy, köszönöm. Gyerekek, hát mivel kezdjük? Nagyon sűrű volt. Hát nézzünk egy válogatott meccset. Valaki kint volt a helyszínen. Ott is volt minden. Az jó, láttam. Igen. A Szikszos Helles srácok meg invitáltak minket a boxba, úgyhogy nekik drágák voltak. Köszönjük szépen. Egyébként nagyon sok, mikor itt elkezdtem kuncsorogni jegyért, akkor egyébként nagyon sokan felajánlottak, meg vettem volna, meg adtak, meg minden, de végül is ott kötöttem ki náluk. Ezek a skyboxok azért, gyerekek, ezek elég menők. Szóval egy csomó, a negyedik emeleten van, mit tudom én, 100 darab egymás mellett, mindegyik ilyen, mit tudom, 50 négyzetméter, kaja, pia, pincér, minden, és ki tudsz menni, ott meg, mit tudom, 10 darab szék, ami a tiéd. Üvegkorlát, és látod a többi boxot. Ha fázol, bejössz, kajász, a svédasztalról, kimész, akkor meg kiüldögez. Hát azért úgy áll vagy ott. Kiült jobbra-balra, következő boxba kik hát ott voltak. Nagy emberek. Nem, a nagyon nagy emberek a harmadik VIP rész. Aha, igen. Az a nagy VIP, a harmadikon van, a nagy aha, VIP. Ott a svéd asztalok, hatalmas nagy terített, fehér abroszos, nagy sok pincéres, nagy kajás VIP. Hát ott vannak a... Ott vannak a fő. Kiabálta, Csányi úr, vegyek-e OTP-t? Csányi úr. Ott vannak a nagyon nagy, nagyon és akkor fönn meg a skyboxok. Hé, Pufi, nektek van még bármi hús chipsetek? Hé, hozzád beszélek, tagadék. Ja, bocsi. Ó, elnézést. Figyelj, nagyon kemény. Szóval az vagy, ezt a skyboxot te megveszed, és akkor az a tiéd. És csak az UEFA meccsekre, illetve bérled minden évben, de ugye megkoszolod, csak az UEFA meccsekre zavarnak ki onnan, ahol te előre jelezheted, hogy mondjuk van egy UEFA meccs, ami nem a magyar válogatott, hanem idehoz az UEFA okay. meccset, oda neked kell a saját skyboxot, ha nem, akkor tipli van, de nem mész ki, mennem. De kéred, akkor maradhat? Ha kéred, akkor valamennyi jegyet kérhetsz arra, de egyébként minden rendezvényre, koncertre, nagy eventekre, nagy foci meccsekre, az a skybox, az a tiéd. Tehát és ott a gánc előtted, akkor beülsz és mondod, hogy igen, hát ez a, nem tudom. Ne, van, ez szórakoz gáncra is. Persze, mert az a teszkáj, az te bérled egész azt a helyet. Évre a az egész évre. Bármi van. Milyen. Bármi van, akkor néhány UEFA-s helyszínre, vagy UEFA-s rendezvényre kell átadni. De abban meg azért nincs olyan nagyon sok. Hány ezer forint egy ilyen? Ne, ezt nem kérdeztem meg. Ezt nem kérdeztem meg. 100 000 lesz egy ideig. Hány ezer lehet. És előtted ott a kop, de mindenhonnan jó. Tehát ennek a stadionnak az a különbség, mert sokszor voltam, hogy mindenhonnan jó. Az atmoszféra, a hang, a fény, tehát mindenhonnan nagyon jó. De így meg fölülről látod nagyon durván, mintha lassítva néznéd a játékot. Hatalmas kivetítő, úgy, hogy balra tőled a 10 000 törzszurkoló. Tehát a kik ők, a B közép, köszönöm, hanem a... A nemzeti közép. Hát akik most úgy mennek, a törzszurkolók, vagy a ultrák, vagy hogy hívják őket. Egy törzszurkoló, szerintem akik énekelnek, akiknek dobolnak, akik ritmusra nyomják az egészet, a karlendítéssel integet, tehát minden benne van, ami kell. Ők voltak ott mellettünk. Mert karlengetés, bocsánat, igen, nem, ez mindenféle tekintetben fiesta volt, ugye az a meccs eredménye tekintve jöttünk. Is Szoboszlai tündökölt, tehát hogy menyekben ment, és menyekben vitt a csapatot. És hát a Dibusz, hát ne felejtsük el a kapusát a végén, igen. Négyet vagy ötöt úgy fogott meg egymást, balról lőtték, jobbról lőtték, föntről lőtték, mi volt az a végén 2-1-nél, ezt nem is értettem, nagyon durva volt. És ugye nem volt, mert ugye sokan írták azt, meg mondták, hogy nincsen tétje a találkozunk, de volt. De ott nálam nagy foci szakértők voltak, elmondták, mi a csoportesünk, mi a második, mi a Bulgária egyet játszik Szerbiában. Nem mindegy, melyik kalapba kerülünk, tehát hogy persze továbbjutás oké megvolt, de aztán, hogy melyik kalapba kerül a csapat, az egyáltalán nem volt mindegy, és az csak csoport elsőként győzelemmel lehetett
összehozni. Meg még csak nem is eszem, tudjátok, mint gondolkodtam, hogy ugye végigverekedték magukat a fiúk. Igen. Ezeken a meccseken. A mostani meccs ugye Szofiában zárt kapusan. Tehát, hogy ők föl akarták tenni a koronát. Igen. Az egész szusznak. Igen. A fejére ezzel a győzelemmel. Hogy ne egy ilyen kinkeserős fura döntetlen. Igen, hogy ne úgy menjen el a néző, hogy oké, ott vagyunk, kint vagyunk, kijutottunk. Gálázni akartak. Igen, ők gálát akartak, tűzi játékot, óriási fölvonulást, és szerintem sikerült. Ezt a csapat is, meg főleg a közönség, akik tényleg így kiszurkolták ezeket a győzelmeket, meg mindenhol ott voltak velük, például Szófiában, és nagyon megérdemelték. Igen, szóval ez tényleg, és nagyon, ez az egész stadion, szóval ott állsz, így énekelnek, végén a Szoboszlai, ezt nem tudom, adta a tévé, kijött a szurkolókhoz, fölvette a szurkoló, mert ezt mondott egy köszönő beszédet még a szurkolóknak. Sőt. Dobott egy pálinka, akkor azt megadta a tévé, miközben a komplett szakvezetői gárda a csapatot. Igen. Várta, oda ment dobott a kapitány. Feles, aztán kezdődött a meccs. Igen, kiment a szurkolókhoz, mondott egy beszédet, megköszönte Rosszinak, az egész. Igen. Csapatnak. Rossz és a szurkolóknak. És dobott egy feles. Akkor még egy himnusz is énekeltek, azt is adták. Igen. Még, akkor még volt egy himnusz. Szóval azért ez ilyen hidegrázós, és maga ez a stadion, ez egyszer ide mindenkinek valahogy ki kell menni. Ide ki kell jutni egyszer. És azért meccsre, mert ugye a koncertnél a fele le van zárva, tehát hogy nem érzed ugyanazt a hangulatot, amikor úgy mindenki egyszer érnek, de amikor ott van 70-80 ezer ember, figyelj, és bejutsz egy percet, és kijutsz egy perc alatt. Tehát, hogy ezt nem is vagyok rosszám, amikor voltunk a Barca meccs, hogy ott van 8000 az ember, oké, a bejutással még kicsit tököltünk, meg későn érkeztünk, meg eltévedtünk, meg a Stefániak, meg nem tudták, hogy honnan kell bemenni, de mikor már ben vagy, oda sétálsz, így ránézel alulról, és így nem hiszed el, hogy hol vagy. Tehát, hogy mint a gladiátorok az arénában, tényleg egészen elképesztő. Igen, és azért ez most olyan és a nachos, hát az meg ez fantasztikus. Barbecue should fuck me! És az aszpartán mente szikszó, annyit itt a mindjárt volt, mint az Isten nyira. De a zsebembe is tettem. Öntöttem a kabát zsebébe a gyereknek, hogy abból vigyük haza. Ebbe fürdünk majd, te kicsit, gyere. Kicsi, ma amennyi van. És azt egyébként, hogy ez mekkora sportsiker, azt szerintem az is tök jó példázza, hogy még a, úgymond a liberális sajtó is azt írja, hogy hát erre várunk már évtizedek ott, hogy végre ilyen legyen a labdarúgásunk, ilyen legyen tényleg a foci. Akár is érzik, a legnépszerű sportról van szó, óriási összekovácsoló ereje van, stb. Hát sajnos azért elég sok buktaton keresztül vezetett el idáig az út, hát meg sok-sok milliárdon keresztül. Hát igen, de ez most egyeneságról, nagy játékkal, 1-0-ról fordítva a szanszám, de a kalappal a magyar válogatott előtt tényleg. Az első meccs az elég gyatra, első fél idő gyatra volt, de amit utána Szoboszlai villant kettőt, meg még a harmadik, szóval ez valami elképesztő volt. Ettől világszár tudod, itt a hátán a csapatot villant kettő-egy. Az első fél időben még bennük volt az a fajta görcs, amit hoztunk magunkkal Szófiából, de utána egy taktikai megbeszélés. Igen. Na aztán onnan meg átmenünk a Starbucksra. Tehát tegnap ilyen, zajlott az élet. Tegnap közösségi vonulás volt gyerekek. De az meg is érte neked a Starbucksra átmenni. Hát nem tudom, aki véletlenül nem látta Sebestyén Balázs tündöklő 1,5 percét, amiből egy 5 másodperc értelmezhető volt az újra. Nézze újra! Én éppen a munkásruháimat szortíroztam és vittem le mosásra, és csak annyit láttam az egész, hogy megint ezt egy fekete bőrkabát volt talán rajtad. Fölnéztem a szobából, mire levittem a mosógépbe, meg visszajöttem, már nem láttam. De azt sem szóltak, hogy vége, csak így nem szóltak hozzám többet, és akkor mondtam, hogy szerintem én akkor vége. Akkor én megyek. Ennyi volt. Hát, igen, mondom, nem volt hosszú, de nem is azért mentem, hogy egy életinterjú legyen. Jó, megláttam, hogy majd mondom, hogy gyorsan leszaladok, hogy bedobtam mosógép a cuccával, elindítottam a fösszel, és már nem volt ott. Na most, de várjál, amit mondom, te kidobtad a cuccodat a mosógépbe. Na, mi történt? Ebben a másfél percben volt, ebből a másfél percből 1 percet az érdeklődő óvodást láttad a csokoládé voltban, de Sebestyén Balázs a lámpákat, hogy azt láttad, így nézett fölfelé, mert senki nem szólt nem hozzá. Nem szóltak hozzám, beszélgettek. Odarakták. Héder Willis Barna sem. Nem, a szegény Zoli, Zoli föltett egy kérdést egyet. Én azt még próbáltam megválaszolni, de neki közben konfolni kellett, beszélgettek együtt, fölkonfálták, és a Zoli persze álltam, hát mondom, akkor addig megnézem, tök jók ezek a lámpák. Nézd, már intelligens lámpa. Be van világítva. De jó, de szép. Nézd, a jégkamera, jéglámpa. Majd a jéder a végre elsütött egy szójátékot, és mondtam, hogy nagyon elmeszem, túl sok, köszönöm szépen. Igen, azon látszott, hogy ezt nem tudott hova tenni. Azt a viccet, ott egy kicsit így megfogta a fejét, hogy jó, köszönjük szépen. Süst fejjenő, vagy süst kijenő.
Süst Kijenő. Igen, hogy ugye az volt, hogy ha már ilyen szép, szép ez a kis tévéstúdió, akkor a következő konyhafőnököt is itt kéne rendezni, és jönne a Jenő egy 10 dekás lazaccal a kezében, és azt skandálná a közönség, hogy Süst Kijenő, Süst ki. Na itt jött egy pillanatra, itt egy pillanatra nyeltem egyet, mondom, Barna, ne csináld ezt. Igen. Mi van veled? Hát, nagyon kedvelem a Barnát, nagyon cuki, egyébként nagyon normális, meg Zoli is, hát imádtunk előtte meg minden. Csak ugye, de nem volt baj, nem kérdeztek, mert én mondtam, gyerekek, ha segítek nektek, ezzel jövök, be, oda megyek, nyilatkozom. Én a Petiért jöttem, lementem hozzá az öltözőbe, megölelgettem, bíztattam. Tehát, hogy... Hát Héderben a kérdésére nem könnyű válaszolni. Igen. Meg nyilván hűltem ott, hogy most elbagatelizáltam a Peti esélyeit. Tehát, hogy ugyanazt mondtuk, mint itt, hogy ha túlélni a másik menetet, jó lesz. Aztán pont a másik menet, de történt az akkor. Mégis túlélte. Túlélte, hát, igen, túl. De meg nekik ott konfolni kell, nyomni kell, tehát nem volt ez. Baj, csak hát megnéztem ott belőle, hogy mi van, igen. Viszont a bunyókat láttátok? Láttuk. Hát na az most, első bunyó. Hát a Józan Laci Károly Sanders az egy víz ki után bármelyikünk, gyerekek. Azt hagyjuk. Az nem. Mi volt? Nem. Az egy óvatos menekülés, de mindketten menekültek, tudod, az volt a baj egy picit. Én szeretem a Józan Lacit, meg jó színész, de ha összekerül majd, akkor ezek szerint ugye Rácz istenes lesz, tehát akkor olyan noára boxol. Új. Hát ott nagyon kell vigyázni. Ott baj lesz. Ott a mentősöknek, meg ott mindenki, nagyon közel kell lenni a ringhez. Az nagyon kemény menet. Viszont a csajbunyó. Jani Csákveca, szabadossági. Először elkezdtünk, na, szokásos persze, cinikusék leülnek, tudod, nézik. Én nem is ültem le egyébként, mondom, anya, nekem erre nincsen időm. Anya leültött, érdekli, nyilván a csajbúny érdekelt a legjobban. Kb. Nagyon ezek voltak a fejlődési fokozatok. Annyira durván tolták, hogy az egyik legszimulósabb meccset hozták, olyan tekintetben is iszonyat ellánnal, nyílt sisakos volt végig, annyira bedobták magukat, annyira nem tartalékoltak, annyira respekt és tisztelet mind a két csajnak, hogy valami félelmetes. És nem is voltak suták. Tehát, hogy nagyon jól tolták, és az a fajta lelkesedés, az energiamennyiség, amit belepakoltak, figyelj, ott egy másodperc lazítás nem volt, le a kalappal mind a két csaj előtt. Hát a Veca, atya úristen! Mind a atya kettő úristen. Nagyon szuperek voltak. Hát figyelj, ez és tényleg nem láttad az alibit, nem az volt, mint tényleg az első meccsen, és egyébként nem is tudom, valakit megszólítottak, aki elmondta, hogy hát gyerekek, azért ez sokkal jobb volt, mint a fiúk, ugye Józan Laci, és tényleg így volt, és azt láttad, hogy sportszerűen nem gyűlöletből, nem dühből, hanem tényleg a box szépségéért csinálta a két csaj. Ami a csövön kifér, hallott. Egy másodperc lazítása volt, de borzalmasan kevények voltak, és mind a kettőnek olyan állóképessége van, és itt egyébként egy picit én megdicsérném jobban a Vecát, mert azért mégiscsak egyrészt ő az idősebb, tehát hogy így figyelj, tehát hogy máskor, ha megnézel egy férfi meccset, abban a periódusban, hogy a meneteknek, tehát a meccsnek a végén, érted, a fülükön is veszik a levegőt. A Vecza az úgy állt ott, mint hogyha... Le sem még, ült, az meg van, hogy nem ült le semmi. A csaj. Mindenkinek tették be a kis tokit, Vecza nekem ott nem kell. Egy nagyon kemény, azt a bunyót egészen közelről néztem, mert ott ragadtam. Mert ilyen családa voltam, mindig rohangáltam, lementem, egy kicsit fölmentem, de valahogy a négy női bunyóra ott ragadtam lent, közvetlen a ring mellett, az első sorba, a Hajdu mellett. Beültem drukkolni a kabátnak, erre kiderült, hogy Jenő boxába ülök. Hát na, ezért kapott ki. És néztek át a körtiszék, mindig, hogy mit csinálsz ott. Milyen nincs állatok, helyt volt, hely leültem, hagyd meg, áruló, mit csinálsz ott. Mondom, nyugi, én a kabátnak drukkolok. Hajrá, Pet is valaki leült rántással. És kiderült, hogy a full box már a Jenőnek a box, ha mindenki, a Soberték, a csaja, a mindenki a Jenő boxában van. Én meg lekeveredtem a másik oldalra. De figyelj, konkrétan hallod az ütéseket. Tehát ugye hallod, hogy nyögnek az ütést, a minden, olyan közel, olyan atmoszféra van lent, hogy az mindent, tehát a csajok azok, ami elképes. Volt olyan pillanat, hogy annyira feldagadt mind a kettőnek a feje, meg ugye összenyomta a fejvédő, hogy hirtelen nem tudtad, hogy melyik csajt látod. Igen. Mert így pillanatok alatt szétment a fejük. Tehát brutál bunyó volt. De brutál bunyó volt, le a kalappa. És ők megdolgoztak a kis lóvéjukért. Az meg, és rág is tök ügyes volt. Nagyon, és a Vecának van küzdősport múltja. Uh-huh. Látszott is egyébként, mert mondom, ez nem, tehát hogy mindent lehet lemondani, ez nem ilyen kis izé, suta kétkezes cica box volt, tudod, tehát hogy nem. Komoly. Hú, de jó volt, igen. Nagyon ügyesek voltak, hát és utána pedig jött az, amiről na, még később beszélünk még. Ezt is megbeszéljük, meg majd hívjuk a kabátot is, ha minden igaz. Az gyakorlatilag csúcspontja volt szerintem az eddig. Magyarország! Igen, jövünk mindjárt.
3:47 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Itt vagyunk. M3-ason baleset a 99-es körülnél Nyíregy felé, a külső sáv a Yard már kint. Köszönjük szépen. Mi a helyzet? Mivel? A időjárásilag. Hogy van? Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Igen, volt olyan jó a válogatott, mert nincs a Bozsik kupa, kérdezi Barnabás. Volt nagyon jó válogatott. Igen, olyan volt a... Olyan volt a színvon, a Bozsik kupán nem voltunk most. Nem voltunk már. Nem mentünk volna, nagyon készült rá Noel, csak nagyon nem úgy alakult, aztán így, úgyhogy nem tudtunk elmenni. De jó volt. A Bozsik kupa, az gyerekek, az mindig jó. Debrecen, mert rossz az adás, lecsek ropog néha ugyanazt a mondatot kétszer, halljuk vissza. Megnézzük, hát mert minden szavunk arany, érted? És akkor ezért duplázunk. Igen, most nézem a Petinek a kiütését itt, mert én nem is láttam, hogy tévébe mit adtak. Azt nem is néztem, hogy mi volt, mert mindjárt visszanézzük. Az nagyon durva volt. Tehát az nagyon durva volt. Ha ma minden igaz és elérjük, akkor hívjuk őt is majd valamikor 9 óra után. A Jenő le van szervezve, az biztos, hogy hívjuk a Rácienőt, de ugye hát a Peti is kell bizony, nekünk, hogy kellene. Kell. Abszolút, hogy van egyáltalán, mi a helyzet, mire emlékszel egy ilyen kintézből. Igen, érdemes lenne megszólaltatni mind a kettőjüket. Ilyen tök érdekes volt egyébként az interjúja utána, mert ő elmondta, hogy ő mindenre emlékszik, hogy jött az Adré, ugye az ő párja sírva, erre is emlékezett, tehát hogy egy nagyon érdekes szituáció volt, viszont hogy egy hallgató írta, az utána való interjúja a Petinek, az, amit ott a boxból lenyomott, Az olyan volt, mint a kokócsákon, de tényleg kiütötték a kokót, ugye, és elmondta, hogy igen. Bocsánatot kérek, hogy elrontottam az estéteket, ne haragudjatok, milyen speech-et nyomott a kokát. Most ugyanezt lenyomta a kapát. Igen, nagyon mélyet, szép volt. Nagyon szépet, hogyha valaki azt gondolta erről a fiúról, hogy egy ilyen kis felszínes mitugrász focista, akkor szerintem most átgondolhatja. Nagyon-nagyon szép volt. Megszólaltatták rögtön a leütés után, és elmondta, hogy nagyon szépen köszönöm a TV2-nek, és hogy részt vettem a Sztárban. Aztán szóltak neki, hogy Peti, nem mindenre emlékszel, ami történt. Igen. Bementem előtte az öltözőbe hozzá, mert nagyon-nagyon-nagyon izgult, de nagyon örült egyébként, megölelgettem, meg egy kicsit. Nagyon szeretető, nagyon aranyos srác. Ültünk, meg röhögtünk. Nagyon, én is nagyon-nagyon szerettem a Petit. Én nagyon jó szívű srác egyébként, egy ilyen tiszta szívű csávó, úgyhogy nagyon örültem tulajdonképpen, igen. De a beszéd a végén nagyon... Igen, nem mindig a szimpatikusabb nyer, de a beszéd a végén nagyon-nagyon-nagyon egyben volt. Nagyon egyben volt. De gyerekek, tényleg, szóval ezt a szemben nem győzi hangsúlyozni. Oda bárki bemegy le a kalappal. Szóval az a stenka, hogy ott van, hogy te oda bevonulsz, hogy ott őrjöngenek. Most van ott ez a műsor, ahol egyébként lennie kellett volna már. Az előző, az tényleg egy ilyen celebbóckodás volt. A 20 évvel ezelőtt, igen, mondod? Igen. Azt én bírtam nagyon, a formátumot az nagyon bírtam, de nekem az kevésbé tetszett, mint ez, mert itt azt látod, hogy itt tényleg sportemberek vannak bent. Két évvel is volt belőle, arra egyébként kevesen emlékeznek. Ha belegondoltok az elsőbe, akkor ott viszont a valódi harcok, tehát hogy ott ugye volt feszültség, általában úgy rakták össze az embereket a kosóbebe, tehát igen. Hogy ott volt valami, ami miatt gyűlölöd, az abból a szempontból szerintem izgalmasabb volt, ez ebből a szempontból, sport szempontjából izgalmasabb, mint az első kör. Igen. De ott egy picit ott benne volt, hogy azért is kapcsolt be a tévét, hogy akkor mi lesz majd. Jogos. Dopen bajka. Akkor váltak szét. Igen. Igen. Volt egy feszkó alapból. Hát a bebe, akkor vált ki a bebe a Picasso Brunch-ból, és akkor gyűlölködtek egymást, osztották egymást, valamelyik sájgályzós srác, nem tudom kivel, vagy nem tudom, akik voltak. Tehát az nagyon... Igen, de nem készültek ennyit, nem volt ilyen presztízse a bunyónak. Hát tehát most ennek a bunyónak, meg az, hogy közösségi média van, meg ott leszel egy életre, meg mit mondanak a többiek, meg a barátok, meg a közösséget, szerintem egyszerűen mindenki sokkal komolyabban veszi. Akkor még ez nem volt, tudod, odamentél, lebugyoztad, nagyjából lenyomtál. Kivételnek, ugye? Lenyomtál egy ilyen körtiszes bunyót, igen, hogy így felvetted a lovét, bunyózgattál valahogy, aztán úgy kész. De most azért, mivel óriási a presztízse, meg hogy nem égetheted le magad, meg jaj, mit mondanak, meg egyáltalán tényleg, hogy egyszer meg kell mutatnod magad, tök máshogy állnak hozzá. Nagyon komoly felkészítés van mindenki részére. És ezért látszik, hogy őszinte a csalódás rajtuk, amikor mondjuk adott esetben veszítenek, és akkor arra gondolok, hogy úristen, fél éven keresztül én ebbe anyait, apait beletettem, és hát nem én jutottam tovább. Tehát őszinte, látszik rajtuk, hogy nagyon őszinte a csalódás. Meg tudod, mi lehet, hogy annyira elkap a Stenk ott a meccs előtt, hogy ezt akarod még egyszer. Igen. Tehát nem csak a kikapás miatt vagy szomorú, hogy te lettél az alulpontozott, vagy kiütöttek, hanem amiatt, hogy még egyszer nem léphetsz be a ringbe. Mert számítva Peti? Hát jó, a legjobbak azok, őket még visszahívhatják. Érted? Tehát, hogy szerintem ez is benne van a dologban.
hogy nem csak, hogy beletetted az 5 hónapot, vagy a 6 hónapot, bum, egy lett belőle, hanem hogy ez egy jó érzés lehet. Tehát igen, ugye a tegnapi első meccset. Hát tegnap is, például az Ági is, annyira szabados Ági, annyira látszott szegényen, hogy menne, vagy eleve tovább. Ugye megosztott pontozás, ami szerintem többé-kevésbé jogos is, mert mind a ketten nagyon oda tették magukat. Ja, csak amúgy mondom, hogy valaki megírta már, köszi szépen, hogy egyébként Ági az idősebb egy évvel. Én teljesen meglepődtem őszintén, szóval én azt hittem, hogy Vecce az idősebb, de nem, egy év van kettőjük között, és az Ági az idősebb. De mondom, szóval ők is le a kalap előtt, és annyira látszódott az Ágin is, hogy ilyen őszintén csalódott, hogy basszus, tényleg most akkor... Szoros pontozás volt. Tudod, mi volt? Szerintem ütőerőben volt sokkal jobb a Vecca. Tehát az Ági is talált nagyon sokat. Nagyon jó volt az Ági. A zseni volt, eltáncolt, nagyon sokat talált, viszont azt láttad, hogy a Vecca ütéseinél az Ági feje az így megy hátra, míg az Ági ütéseinél a Vecca ott állt, érted, mint egy kőszobor, érinthetetlenül, és aztán ment előre. De gyönyörű volt a csajoktól. És egyébként a csajok minden egyes meccsen jobban oda tették magukat. Ott nincs alibi bunyó. Ott nem volt nagyon, sem. Nagyon sem bunyóznak a csajok. Igen. Itt van a játékosunk. Haló, jó reggelt! Haló, sziasztok! Hello, Niki! Sziasztok, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Niki? Veszprémből. Ki van ott mellett? Kislányom! Nagyon cserfes a kisasszony! Mit mondom? Igen, hogy nem Veszprémből hívtunk, hanem Herendről. Aha. Ja, Herendről hívtatok. Aha, és mentek suliba? Oviba megyünk még csak. Na akkor Oviba. Jó, Oviba mentek. Ah, tök jó, mentek valahol, mert hogy ott a gyerek melletted. Igen, hány éves? Igen, 5. 5 éves. És hogy hívják? Fanninak hívják. Fanni, de jó. Fanni miért pont velem szeretné játszani? Igen. Igen, Niki, jól van. Hogy telt a hétvége? Tök jó volt, elég mozgalmas volt, pancson voltunk, úgyhogy jó volt. Hol nem értettem. Pancsó. Igen, ott volt a Hungexpóba. És mi történik egy ponts? Érdesem, de cuki van. Hát igazából ilyen horgászkiállítás volt, horgásztermékekkel rengeteggel. Nagyon jó. És van durbin só is, vagy ilyesmi? Tehát, hogy csak a pontra volt kihegyezve? Nem, igazából mindenféle terméket tudtál venni. Nem tudom, hogy miért ez a neve, most voltunk mi is először. Pontközpontú a magyar horgászat. De jó. Hullahopp karikáznak. Igen, van már ilyen egyébként. Igen. A Pride... Tüzes karikán ugrálunk át. A Pride kapcsán is összem valaki már megkérdezi, hogy kecseges ó. Kivel játszanál, Niki? Balázzsal. Jó. Add föl, Balázs. Oké. Okay. Jó, menjünk, akkor próbáljunk összehangolódni egy kicsit. Együtt rezegni. Jó? Mehetünk? Igen. Vonal is akad, beszélgetés is nehézkes. Gyerek is nehéz lesz egy kicsit, igen. Gyerek is ott van. Niki, akad egy kicsit a vonal, azért küzdünk, de ne add föl, mi se adjuk föl, megnézzük, jó? Megpróbáljuk, hát csak kimaradsz egy csomószor, aztán egy kicsit küzdünk a hangminőséggel. Mehetünk? Szuper, én már most koncentrálok. Igen, azt érzem, hogy egy picit máshol vagy, de akkor átszellemültél, jó? Oké, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Szóval pontsó, ezt mondod. Aha. Pont odaértetek, vagy elkéstetek kicsit? Odaértünk. És mi történik egy ilyen pontson? Itt vagy? Itt vagy, Niki? Aha. Rosszul hallak. Persze. Kérdezik, hogy Pottyondi Edina ott volt? Niki? Passzív leszel? Passzív leszel, meg fogunk inteni. Add át a gyereknek a telefont, hát ha jobban játszik. Azt mondta, mindig mondjam azt, amit nem lehet. Már ki is mozgat. Jó van. Hú. Egyébként se ment volna át, ha éppen mire gondolunk. Niki kém, ez nagyon átszelemültél, nagyon koncentráltál, de talán pont ez okozta a vesztedet, hogy nagyon izgultál. Lehet. Igen, de semmi baj. Van egy plusz nyereményed, figyelj meg, Vigyú. Gratulálunk! Nyereményed egy Rise Up termékekből álló ajándékcsomag.
Na. Ez egy ilyen mindenféle finomságot tartalmazó ilyen... Igen, ismerem. Ja, bocs, akkor nem mondom. Jó, puszi, szia, Niki. Oké, ciao. Szia. Hát nem kicsit tudom. Olyan volt, mint amikor elmész az első randira, és rájössz 10 perc után, hogy egyszer nem rezegtek együtt. Tehát, hogy valahogy se a ritmus szegény, nem is értettünk, rossz is volt a vonal, nagyon izgult, tehát mi mindent megtettünk, ő is, mi is, nem bibáztatom, de nem tudtunk összerezegni. Leszámítva azt, hogy... Nem tudtuk a beszélgetés vonalát közös mezőre terelni szegény, ráadásul a vonal is nagyon rossz volt, úgyhogy nem volt könnyű helyzetben. Leszámítva azt, hogy az első randira örülsz az A-nak. Igen. Ponysó. Én mondjuk a ponysónál lefűztem. Tehát mondom, ha erre föl lehet húzni egy napi esemény, hogy ponysó, és ezért kibédik a Hung Expo-t, és erre emberek elmennek, mondom, le a kalappal, hogy ezt bevállalod. Tehát, hogy mert a horgászkiállítás oké, vadászkiállítás oké, de egy ponysó. Elhiszed, hogy valószínűleg 10 000-ek voltak ott? Tehát, hogy mi szerintem mindenhol. Közel 1 millió horgászunk van. Ha abból most csak 50% pontyozik, az is 400-500 ezer ember. Na? Poncsó, ez valami felfoghatatlan. Nagy mert jó. Én a horgászkiállítást értem, gyerek is imádja, oké, tök jó. Ez az, benézt. Most néztem. Ez rá. A horgászkiállítás. Igen, poncsó, belül... Magyarország legnagyobb horgászkiállítása. Ja, akkor ehhez képest csak futott. Most volt egy óriás a márnasó, illetve a balinsó. Hát azok a kisebbek, aha. Ugye, mert a márnások kevesebben vannak, mint a pontyosok. Aha. Az egy kisebb só, ez egy nagy só. Nagy só volt. Ez ja. Van naphalsó. Napcsi. Ja, jó, akkor szóval ez a horgászkiállítás. Oké, okay, na így megvan. Van a gyerekeknek a sneci show. Igen. Olyan volt, mint a Héderbarna, kicsit darabos. De rohadékok. Ne, most ezt maradjátok egy barna. Barna drága, imádjuk, van. Szeretjük. Csak ő nem kicsit darabos. Genyó vagy. Barna drága, igen. Aranyosak. Hát... Na jól van, akkor menjünk el egy kicsit előbb, és akkor előbb tudunk jönni, talán legyen az. Igen. Mit nem említettünk meg még, gyerekek, annyi minden történt a hétvégén. Mielis Norbi világbajnok lett. Azért az, az gyönyörű, is komoly közben. Még egy túraautó szakákban, mit egy új szakágról van ugye szó. Igen, ez ugye a VTCR helyett a TCR kötőjelvé, vagy valami, tehát valamilyen betű kijött, átment, megváltozott, de hasonló. A csúcsra ért. És a fia még jobb, jövőre még jobb lesz, vagy még nagyobb, meg még nagyobb volumenű, de hogy igen, a csúcsra ért, és világbajnok lett. Szóval azért az sem mindegy hát akár. És úgy, a mezőnyben, hogy így lehet ott olvasni, azért nem futtattak meg hát a korábbi világbajnokok, az volt ott minden. És ráadásul ugye most az utolsó futamon dőlt el, tehát fej-fej mellett egy pont különbséggel állt a három ember, aki lehetett most világbajnok, és ebből győzött a Norbi, úgyhogy zseniálisat, mert gratulálunk neki. Nagyon ügyes volt. Igen. És hát egyébként meg sajnálhatjátok a hétvégi eseményt, mert például a pergető tippek versenyzői szemmel a végszerelék bemutatása, ilyen programpontok voltak a pontson, ugye? Azt a mindenit. Igen. Igen. Extrém ponthorgászat hajóból. Uh-huh. Öcsém. Ilyen előadások voltak, úgyhogy sajnálhatjátok, hogy nem voltatok. Igen, már. És hát volt szomorú apropója, és ezt nem tudom, olvassátok el, mondjuk szerintem ti nem annyira hallgattátok őt, így a 90-es 2000-es években, de én nagyon ismert, hogy a Palotai Zsolti, a DJ, hát az 60-62 évesen. És nagyon-nagyon-nagyon sok buliában voltam, még 100 000 évvel ezelőtt, tilos az A, ugye tilos az átjárásból, a tilos az A nevezeti szórakozó hely, kultikus hely egyébként. De 62 évesen meghalt, hát ő ennek az egész szubkultúrának a megalapítója és az egyik fő ilyen mainstream vezetője volt a 90-es évek, 2000-es évek, meg hát azóta is nagyon zenél, de hogy azért ő nagyon sokat tett, ezért azt sajnáltam. És nem is húzt nézett, hogy micsoda a Palota, hogy 62 éves, mi, hogy Jézus Mária, hát hány buli a 2000-es évek, Jézusom, zene TV, úristen. Tilos Rádió teljes zenei arculat, az övé volt. Igen. Igen, és hát most oké, hogy 61 nem fiatal, de hogy úgy azért hát mégis ma azt mondod, hogy de hát milyen fiatal, 61-ben született, 61-es volt, tehát nem is annyira idősen, 61 vagy 62 éves, azért az nagyon, így elolvastam, meg tudod, hogy megállsz egy pillanatra, hogy Istenem, érte azért nagyon kár, tehát hogy így az a hazai, hát DJ-ek meg így az underground zenei körökben azért az ő neve, azért az úgy mindenkinek mond valamit, meg van hozzá kötődés, úgyhogy az nagyon... Szomorú voltam, neki azért nagyon sok mindent közülhet a hazai zenei élet. Zsolti azért nagyon sok mindent tett, meg csinált, meg dolgozott. Pont ráadásul ki is tüntették valami díjjal. Valami igen, nagyon neves díjat kapott aznap, vagy előtte nap. Ez milyen érdekes egybeesés, hogy aznap aztán meg is halt. Igen, nagyon sajnáltam. Franciaország, Gibraltár.
14-0, megvan? Nincs? 14 vagy 11, Anna 14-et, 14-0. Ott mi történt? Ránéztünk a Noellal az eredményjelző kis applikációra, és hangosan felrögtünk. 14-0. Lőttek egy 14-es. Na, hát most... Arra mennyi volt az óc? Azt nem tudom, de azért az úgy elég sűrű. 14-0. Igen, lőttek egy... Az biztos nem dobta fel a Tippix Pro, mint a opciót, tudod, hogy... hogy tippelje meg a meccs végeredményét. Igen, 14-0. Lőttek egy 14-ecskét, igen. Úgyhogy azért az is kemény. Na jó van, gyerekek, oké. Megyünk akkor. Jó, és akkor ma csak mondjuk, hogy hívjuk mi a Petit, lesz ma kabát interjúnk, mert a Lácienőt is leszerveztük, úgyhogy próbáljuk majd. Azt mondták, 9 óra után, de beszélünk majd velük, úgyhogy lesz, megkérdezzük Petikét, és elérjük, hogy hogy van. Igen. Milyen ekkora ütést egyetem megkapni? Mire emlékszel? Mi történik ott abban az egy másfél percben? Szóval az nagyon kemény. Nagyon kemény, úgyhogy hívjuk őt is majd. És Héder Barnát is hívjuk, de ő nem veszi fel. Vagy rossz számok keresünk. Nekem csak régi nem száma van. A kérdés. Igen. 4 perc a fontos, a 7 óra jövünk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Hét óra után vagyunk, pontosan 7 perccel, maximális, gyerekek, maximális, ahogy maximális, mondta egy hallgató, és egy Jali szokta mondani, maximális, itt vagyunk. Történt már veletek olyan, hogy álmodtátok, hogy nagyon kell pisilentek, és álmomban 6-szor voltatok vécén? De én most ezt álmodtam, 30 éves vagyok, nagyon kikeredett a szemem, amikor felkeltem. Fél éve nyúltam le, ellenőrizve, mi van odalent, szerencsére megúsztam. Félve nyúltam le, mi van ellenőrizve odalent, szerencsére megúsztam. Most még megúsztad, haver. Ez később már nem lesz. Már nem lesz ilyen. Ez később már nem lesz így, igen. Később már nem akkor lesz. Van baj, mikor álmodban ki is mentél. Igen. Én azt álmodtam, hogy Héder Barna feltett nekem egy kérdést, de nem tudtam rá válaszolni, aztán Balázs mondta, hogy ő ezt egyébként Héberen is átélte. És nem ő az egyetlen. Jó, srác a Barna, jó. Csak lesz-e, emberileg semmi gond nincs. A szójátékokat kéne egy kicsit átírni, de nagyon kedvem a Barna, nagyon aranyos teremtés. Ugye végtelenül jámbor ember, nagyon. Persze, nagyon kedves, nagyon helyesen. Mindenem mosolyog. Csak. Igen. Na, gyerekek, azt mondja, hogy gyorsan, egy nagy szenk, 84-85-ös találkozása Soproni irányában 4 autó ütközött, M3-oson baleset a 99-es körnél Nyíregy felé, a külső sávban Jarmárként fullánk küldte nekünk, köszönjük szépen. Ha van friss, akkor 023-111-111 az SMS számunk, jó? Ide várjuk a közlekedési híreket, írjatok, ha van bármi. Hideg lesz, és a hétre már komoly havazás mondanak. De csak a második felétől. De csak a második felétől hideg betörés. Hmm. Olvastátok, hogy valami nagyon komoly hideg betörés jön. Az kemény, mert akkor lehet, hogy befolynak a vizek, és lesz légsó. A hét második. A poncsó után. A poncsó után. Egy komoly hidegbetörés. Igen. Nem baj, gyerekek. De várjál már, pénteken 11 fokot mondanak. Milyen hó? Hova hó? Hó. Hó. Majd a hó. Hogy éjszaka hónappal atyak. Oh. De mi volt a futóversenyen? Gyerekek, annyi minden volt hétvégén, hogy 7 óra 10-es, és mindig nem értünk végére annak, hogy mindenki beszámolja és elmondja, hogy mi van meg között. Feri meg ugye újra levette a szögről a futócipőt. Hát csak arra tudnak mesélni, hogy egy 17 méter magas a nyírfáról, hogy lehet lehántani körülbelül 400 kilónyi borostyánt, illetve hogy nem rossz meló az. Milyen érzés egy kutat kitisztítani, miután a melósok azt gondolták, hogy jó, mély fér abban még egy pár tégla is. Mert az építkező iparban, te figyelj, ez, hogy rendben? A luk van valahol. Tudod, akkor azt tömjük be valamivel. Igen, mert veszélyes, beleeshetsz. Tehát, figyeljetek, félelmetes. De hát mindegy, ez van. Építőipari kalandjaim vannak csak alapvetően, úgyhogy parancsolj. Igen, mekkora volt a táv? Óriási. A te óriási 7. Ne viccelj! 7 hát kilométer, hát az volt óriási, mert ugye nem az volt. Az már majdnem az nem, hogy majdnem sok, az nekem nagyon soknak tűnt. Az elején 5-ösre akartam indulni, mert óvatos duhaj voltam, hogy válaszunk egy olyat, ahogy ezt elmondtam nektek pénteken, ez egy motivációs futás volt, érted? Hogy azért csináltam, hogy ne meneküljek, mert egy ilyen őrült menekülésből, űzött vadként futottam saját magam elől, illetve nem futottam,
hanem hogy el se tudtam indulni, és akkor azt mondtam, hogy legalább egy ilyen 5 kilométeresbe írjuk be magamat, hogy legyen futóverseny, mert akkor az már stenkeli az ember. Tehát ott már nem menekülsz. Meg persze, akkor, ott már menni kell. Ötös ezen a versenyen nem volt, hetes igen. Reggel fölkeltem szombaton, kinéztem az ablakon, gyönyörű napsütés, aztán megláttam a nádast a Velencei tó partján, ami feküdt gyakorlatilag a viharos erejű szélben. Ja, már vágják a nádat. Mondom, már vágják, már nincs nádunk, de aztán kiderül, hogy csak a szél miatt, és ez a szél, egy picit akkor még reménykedtem, hogy hát ha a Balcsin nem. Tehát, hogy nincs ilyen szél. Ez külön ökoszisztéma van, tehát bárhol esik, vagy fúj, lemész, ott lehet, hogy tök más idő van. Igen, ez a Balcs egy külön világ, igen, abszolút. És szerintem az a több ezer ember is, aki erre a futó eseményre elment, mert jó, az én 7 kilométerem, oké, nevetséges kis vacak, de ott voltak, akik 42-t maratont futottak azt ebben az időben. Az 5-7 fokkal, azzal egyébként nagy baj nincsen, tehát hogy az még jól is tud esni, hogy nincs olyan nagyon meleg, de ugye úgy csináltak meg a pályát, Siófok kellős közepéről indult, hogy ott a kis sétányon végigfutsz, van egy visszafordító, és az utolsó 2 kilométered az effektíve a Balaton parton de történik. De van benne egy fordító akkor? 2 is. Az tök jó, Tudod, odafelé 8 perces kilométerek, visszafelé 3 is felesen. Jó, de ezt a tömeget, ami nekem van, ezt már nem tudta fújni a szél, tudod, ez már nem úgy volt. Az a szar, ha rájössz, hogy szembe is szembe fúj. Hát fordulsz, és úgy is szembe fúj, tudod, hogy igen. Most hátszél nekem. Az is megfordul a szél. És megfordul a szél. Biztatod magad azzal, hogy de jó lesz, majd mindjárt hátszél lesz, és nem érted. Megfordulsz, és ugyanúgy szembe fúj. Ez ugyan, mert a bringázásnál is mindig így van, tudod, hogy egy irányba mész, jaj, visszafele, de jó lesz, de addigra már nem. Úgyhogy respekt mindenkinek, aki félmaraton, maratont futott ebben az időben. Na szóval az utolsó 2 kilométer az a szállodák előtt az Aranyparton volt, úgy, hogy a Balaton gyerekek, én nem láttam még ilyennek a Balcsit, nyilván aki balatonos, az sokat látja így, ha jön a szél, ugye így északról, vagy nyugatról, olyan hullámok voltak, hogy elképzelhetetlen, és a fölcsapódó víz az oldal fölhalmozott köveken pedig kifröccsent rád. Telibe ver. Na most az igen, megpillen a Balaton, igen, ezt úgy mondják. Igen, de 5 fokban az nem volt vicces, hogy ott küzdesz az elemekkel, futsz érted, már csak 2 kilométered van, és akkor fordulsz rá erre a szakaszra, erre az utolsó 2-re, és azt látod, hogy vörösen izzik a nap a háttérben, egyébként gyönyörű volt, ott föl is tettem egy videót, pedig mondtam, hogy nem fogok én most futni, mentem nem videózni, de ott elő kellett vegyem a telefont, gyönyörűen oda szigetelő szalakoztatok kezedhez. De a fejemhez, mert a kezemet azt így használtam, és egy rövidet ott videóztam, gyönyörűen izzott a nap a háttérben, egyébként brutális volt, hogy minden fekete már körülötted a vihar miatt, előtted mennek a futók, te futsz utánuk, és oldalról a fölcsapódó hullámok. Egyébként mondom, gyönyörű volt, futásra kevéssé ideális a dolog. De hajadon láttam a fotó, hogy így tényleg, ahogy így szélfújta, ha a szél felrepül, szélfújta, hát azt mondja, hogy milyen szél van ott, érted? Hát egy fészek költözött a fejedbe, egy madárfészek lett, nagyon durva, látsz mögötted a háborgó Balaton, tudod? A vendéglóból lennél valahol, tudod, az északi sarkon a Nostromo 2 vitorlás hajóval, a Volvo Racingen valahol, valahol a sark ez a fali. De ez csak a rakpart. Tényleg durva. Hát itt nem volt elég vax. Nem volt elég vax ahhoz, hogy ez megtartson. Azt kérdezik, hogy futás közben a cigidet eloltotta a víz, ahogy kifröccsen. Sajnos, igen, de vittem vihargyújtót azért, hogy meg lehessen. Locsok, a negyedik cigimre próbáltam rágyújtani a 60 kilométernél, ez rohadt életben azt is eloltotta. Szörnyű dolog volt. Ami viszont számomra volt meglepetés, figyelj, ugyanaz az élmény, mint az első. Amikor nem tudom hány évvel ezelőtt az első futóversenyre mentem, ugyanúgy be voltam szarva előtte, pedig hát most a 7 kilométer, oké, de régen nem futottam. Olyan izgalom volt bennem, ott jöttek oda emberek, ugye beálltunk a rajzónába, és hát én így szépen kullogtam végig, mert a rajzónát azt mindig úgy csinálják meg, hogy kiraknak olyan számokat, amivel te várhatóan tudod a távot teljesíteni. Uh-huh. Ugye ez úgy kezdődik, hogy 3:30 per kilométer. Na most én életemben nem futottam még olyan gyorsan. Az nem rossz, igen. 3 perc, 30 szalad. Odaértél, és nem találtad a táblát. És nem volt olyan tábla, amire én jelent. Nem ilyen, hogy tudod, hogy milyen kilométer futsz, olyan rajtszámot vegyél el? Nem, a rajtszámokat kiadják, csak neked jelezned kell az elején, hogy várhatóan mivel fogod majd, mert ugye most képzeld el, ha én, aki nagyon lassan futok, beállok a rajtzónra elejére, és mögülem indulnak a 3:30-asok, ja. Akkor tehát azonnal megaláznak, hogy hátra sorolnak. A legmegaláznak. Ja, meg feltartod őket. Ferenc,
12, köszönjük szépen, ott a sor végét. Ó, nagyon szép lenne ott. Nem, én egy kicsit. Egy picit, nem még egy picit, nem, még egy picit. Igen, nem, a lángosos bódé mögül. Jó. Ja, és ez milyen barátságtalan út. Egyébként tényleg az, de értem, normális. Hogy aki jól fut, az nem kell neverekedje át magát. Kicsit azért megkülönböztető jelleggel, nem annyira. Próbálsz beállni így az 5-30-asok közé, hogy így megtámaszkodsz a korláton oldalt, hogy hát, ha nem vesznek észre, hogy azért mégiscsak ott már a pár métert azzal is spórolsz. Igen. Ott már féllábúak, terhes nők. Nem. Aztán rájössz, hogy ez még mindig nem a te zónád, akkor kicsit hátrébb kullogsz, és akkor megtalálod magatokat végre, akik ott állnak a végén. Nagyszerű férfiak, nők. Volt azt hiszem egy 80 éves bácsi futotta gyorsabban, mint én a dolgot, és néhány embert sikerült. Meg a futóbaba kocsisok, akik elfelejtették kiengedni a féket. Ők sokkal jobban futottak, de egyébként sokkal jobban sikerült, mint ahogy én vártam a kitűzött időt. Tudtuk tartani, edzőbácsi ugye megmondta, hogy mi az, amire én képes vagyok, mondtam, hogy de biztos, hogy nem, és hogy milyen az ember, látod, hogy van egy edződ, aki tudja, hogy te mit tudsz. Vagy legalábbis nagyon hisz benned, és ő megmondja, hogy mit csinálsz, te meg jaj, hát nem, alig férünk bele, hajrá, nem mindegy, és elindulsz, és annyira jól sikerült, hogy még az utolsó kilométert meg is tudtam húzni, még egy kicsit ott rá tudtam segíteni. És látod edzőn, hogy kopogtatja az óráját, igen. Minden kemény tárgya, azt nézze, hogy ezek a részidők, ez megállt. Nem értem, mi van vele. Edzőbácsi nem volt ott. Nem volt ott most? Nem, most nem tud jönni. Annyi nincsen, hogy megvárja, amit befutsz. Illetve ott volt, de ő hazament már délben. Úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. És figyelj, a futóközösség, hogy olyan, hát illetve aki nem jó fej, az biztos nem jött oda hozzám, hogy olyan jó esett, hogy oda jöttek, és azt mondták, hogy de jó, hogy megint itt vagy. Volt, aki azt mondta, hogy együtt kezdtük ugye a dolgot annak idején, sőt, hogy motiváló hatásom volt rá. Hát ő már nyilván 3:30-al fut azóta. Gondolt rád a Spártatlanon. És lefogyott egy 50 kilót, és letette a cigit, meg mindent, de hogy milyen jó volt, és hogy milyen jó, hogy megint ott vagyok. Fie, a futóközösség egyébként érdekes volt, mert előtte volt egy ismerősöm, aki már így futópadon futogat, és nagyon nagy álma volt, hogy eljön egy futóversenyre. És mondtam neki, hogy gyere erre, én a legvégén futok. Én leszek az utolsó, nálam biztos, hogy csak, mert ő fél attól, hogy mit szólnak. És hogy figyelj, hogy itt senki nem szól, ugyanaz, mint az edzőterem egy kicsit. Persze, senkit nem érdekel, mindenki igen. Magával küzd. Tehát, hogy igen, nem... igen, és sőt, mindenki hajráz, ott egy csomó futó ott maradt ebben a rettenetes időben, csak azért, hogy a végén a befutókat meg tudja tapsolni. Tudod, hogy meg tudja ünnepelni, úgyhogy ez meg egy szuper élmény. Hát vagy abban az irányba kellett volna hazamenni, amire az a szél fújt előle, és szembeszélben nem tudtak. És azt megmerjek, míg elállni. Amíg hátha. De ez biztos, hogy óriási élmény lehet. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt, hogy át. De akkor is akkor cél, tehát akkor tartjuk? Abszolút. Emeljük? Meg vagyunk, mehetünk. Újra? Maraton, fél maraton? Tehát be van lőve? Hogy jöjjenek a kis edzésterveim, hogy mi maraton, következő. Maraton, fél maraton? Tavasszal? Hát azért ne siessünk ennyire. Na jó, de hát egy feles már tavasszal, most nyára lehet, hogy benne akar, van. Most nézem. Van egy 11-kor lenyom egy feles. Egy feles benne van. Benne vagyunk, az egy fél maraton. Van egy februári futóverseny. Na. Zuzmara fél maraton. Tradicionális. Tradicionális, ott ha van 10-es táv, akkor lehet, hogy az bekóstolom. Tehát, hogy kis lépésekkel. Persze, nem M1-ből maratonra. BMW környéken szokták futni. Hol? De ez egy BMW. Ja, azt hittem mondom, egy jó autót kell körbefussunk. Ez az év első fél maratonja. Igen. Igen, ha na most, ha ott van kisebb, akkor lehet, hogy az. Igen. De olyan jól van. Büszke voltam. De nagyon lehet is, tök jó, meg hogy újra elkezdted, hogy futsz, hogy nyomottad, ez nagyon. Én is rögtön elkezdtem nézegetni a futónaptát, aztán... Aztán lejöttet, hogy más dolgod van. Szerintem van már. Igen, neked most más dolgod van. Na gyerekek, jól van, gratulálunk, akkor nyomjad csak tavasszal a félmaraton, az már nagyon, tehát mindegyik menő. Igazából nincs is egy menő, mert a három is menő, nincsen, a hét is, amit lefutsz, az magadnak azt futod, meg érted, futod. Most, hogy 3 kilométeres versenyen indulsz el, az pont 3 kilométerrel több, mint a kanapéhúszároknál. Az semmi. Igen. Igen.
Bari, egy kicsit léci, maradj csendben, hogy Feri, hadd mondjál. Most nem voltam csendben? Nem beleszóltam ebbe is? Nem. Ha csendben vagyok, azt látok, nem érdekel. Ha beleszólok, az a baj, hogy beleszólok. Most mit csináljak? Hát most mit tudok? Most ha nem szólalok meg, akkor az, hogy nem is érdekel, nézd meg. Hát csak pislog, mint a poncsón. Hétfőn minden hozzászólásban benne van egy kicsit az a fajta ilyen hétkezdeti morcosság. Tudom, hogy nagyon érdekel, hogy nagyon érdekel, amit Feri mond. Te légy szíves, maradj csendben. Minden elbaj van. M3-os bevezető elesett. Köszönjük szépen, kaptuk SMS-ben. Gyerekek, hát és nagy hír, elindult a karácsonyi vásár, lehet menni a karácsonyi vásárba, és kimentek már árakat mustrálni. Olvastátok, hogy nagyjából mik az árak? Mi vár téged, ha kimész a karácsonyi vásárba? Felfoghatatlan. Figyeljetek, ez minden évben ilyen sláger téma. Elindult a karácsonyi vásár, minden nagyon drága. Mennyi? Megszólaltatjuk az országos kalács szövetség elnökét, aki elmondja, hogy a főváros, nem? Igen. A mézes kalács szövetség elnöke elmondta, hogy emelt a főváros. Itt emeltem a diószövetség alelnöke, sajnos az elnök úr most nem ért rá. Igen. Nagyon drága lett az olaj és a liszt, ezért 4000 a sajtos tejfölös. Na de nézzük, tessék, nézzük. Mit jelent az, hogy 1500 fix áron kell kaját adni? Minden egyes ételstannál, akár ez lehet napi változó kaja is, kell tartanod egy olyan kaját, ami 1500 forintba. Ez tök jó. Ez egyébként kell, nagyon szociális. Ugye a Szigetnél is beszéltünk róla, pont ugyanez volt a kezdeményezés. Ez nagyon szociális. Az is ki tudjon menni, az is tudjon enni egy valamit, akinek ennél több pénze nincs egy adag kajára. Hogy ez mekkora adag, azt nem tudom, hogy szabályozzák-e. Tehát, hogy töltött káposztából egy gyűszűnyit kapsz 1500 ér, vagy az egy rendes, de szerintem az egy rendes adag étel. De szerintem ez nem éri meg a lila hagymával 1500 ér szerintem. De igen, tehát ilyenkor megmondják, hogy 1500 ér kell adnod étel, de azt már szerintem gramra nem mondják meg, hogy mennyi. Csak az, hogy 1500 neked elérhetővé kell tenned valamilyen ételt. Ha ez egy zsíros kenyér hagymával, vagy két abonett szelet közt egy kis bajkrémmel, akkor az 1500. Fokhagymás lángos 1750, sajtos tejfölös 2001, sajtos tejfölös fokhagymás már 2004-2006 körül van. Hát gyerekek, beszéltünk a balatoni árakról, hogy ott is van 800 forintos lángos, de volt 1500-ös is, tehát hogy olyan nagyon még csak el se rugaszkodott. De jönnek a durvábbak, töltött káposzta 7000. Ne. Töltött káposzta 7000, de láttak grillzöldséget 4000-ért, sűrt krumplit 3000-ért, párolt káposztát 2500-ért, tócsni 3000-3500-ért is látták. Forró tea 1000, forró csoki 2200. Azért ez combos. Ezt még egyszer a sült krumpli. Figyelj, tehát az láttad, a cikk szerzője látott grillzöldséget 4000-ért. Az milyen zöldség? A sült krumpli 3000. Meg kell fizetni azért az úri huncutságot. Párolt káposzta 2500, tócsni 3000, forró tea 1000. Mi párolt káposzta 2000? A lila párolt káposzta 2500 forint. Tudod, te mennyibe kerül a cukor, amit alászor, hogy megkaramelizálja? Ezt nem hiszem. Forró tea 1000, forró csoki 2000. A tócsni, a gyerekek, tudod, miből van a tócsni? Hát a krumpliból semmi. Krumpli, jó, mondjuk a tojás nem olcsó most, ha beleüt egyet, egy kis zöld fűszerrel. Igen. 3500, kürtös kalács 2000. Az még egész barát, sült gesztenye 2005 rétes. Na az még, mit tudom én, tehát, hogy így, még ugye, hogy valamennyire a sült gesztenye, oké, rendben van. Igen. A lángos, tudod, ez a sima sajtot ne tűnk rá, nem hoztam. Tehát, hogy ez kb. Ez, nem? És viszel magaddal minden. Gyerekek, ha valaki a téli vásárt csinál, vagy kint van, mondja már meg, mi ez az 1500-as étel. Tehát ez mi van megszabva? Vagy ha valaki volt már ki nyugodtan, jelentkezzen be, mondjál nekünk. Mekkora adagot kapsz, az fontos szerintem az 1500-ért. Tehát 1500 az csak egy ilyen kóstoló adag, vagy mondjuk attól ténylegesen jól laksz. Mert az nem mindegy. Igen. Valószínűleg ez ilyen dominó elve begyűrűzik, hogy horror áron veszik ki a helyet, mert azt hiszik, hogy horror a profit, amit csinálnak, ezért ő meg horror áron adja, hogy bejöjjön neki a horror hely, amit aztán ki akar fizetni. Igen. Meg hát nyilván keresen is rajta, nem? Tehát ezen aposommal beszélgettünk tegnap erről, hogy ha nem lenne nyereséges ez a buli, nem jönnének vissza az árusok. És pedig minden évben tele van a karácsonyi vásár árussal. Itt a külföldiek akkor, akik elsősorban dominálnak? Meg szerintem igen, sok külföldi. Meg ha már kimész, akkor egyszer azt mondod, hogy na kim vagyunk, most a gyerek akart egy kürtös kalácsot, megveszed neki 3000-ért. Ha már ott vagy, akkor azt mondja, hogy még egy forró csokit is ígyunk, oké, 3000-ért. És ki is pipáltad a karácsonyi vásár, de a legnagyobb húzás az a gulyás levesnek a kétféle felszolgálása, az megvan. Ne csináld. 4500 ugye a műanyag tányéros. 4500 egy az a kis műanyag. Kérheted asztali bográcsban 8500. Az melyik? A kis bogrács? Tudod, kis három, asztali kis bogrács, 8500,
a bográcsot elviheted. Ja, úgy, na, úgy azért, úgy, úgy szosszó. Na, de a bogrács az jó. A bográcsot? Én. Elviszel egy zsíros bográcsot, egy ilyen csöpögő zsíros bográcsot, igen. Csak azért, mert megvetted minek, minek egy darabot. Papírtörlővel kitörlöm, kidom a papírtörlőt, hazaviszem a bográcsot, ráadásul nem szemét. Hm? Hát én nem vinnék haza karácsonyi vásárló. Ha akarnék bográcsból enni, akkor vennék egy bográcsot, és belemerném a húslevest hétvégén. És meg nem a Móni ajándéka. Ahogy örülne neki. Ó, egy jó kis bográcsra. De azért ott 4000-et elkérni ezért. Igen. Azt ír egy árus nekünk, hogy 95% külföldi. Tehát valójában nem rátszabják már az árakat, igen, hanem a külföldiekre. Egy rétes 1008, azért gyerekek, az is egy darab rétes 1008, azért az is kemény. Azt jön, hogy törőd, kimesz egy gyerek, azt nem, hogy megkérdezi az iskolában valaki, és nem itt kapták karácsonyra, de a 7000-ért töltött káposztát. És nagyon örültem neki. És nagyon örültem neki. Igen, igen. A Vörösmarty tér nem a fővárosért, nem a kormányzati döntést értelmében kivett terület a kerületi lett. Ugyebár, hát azért van ott kisvasút, ugye? Uh-huh. Tehát azért a kisvasútat népszerűsíteni kell. Tehát persze. Amerre megyünk, ami a kormány, ott kisvasút van. Föl tudsz ülni, megkerülni a Vörösmarty teret. Igen. A gyerekek, írjatok nyugodtan, találkoztatok ilyen elszabadult árakkal tényleg. Már ugye a karácsonyi vásáron mindig belefutsz, vagy a díszeknél, vagy a fenyőfánál, vagy a vásárláson, ami teljesen elszabadult volt, amiről azt gondoltatok, hogy nem hittetek a szemeteknek, hogy ennyire árulják. Ez a karácsonyi vásár, igen, azért ez egy emelt díjas történet. Hát erre mindig is kell. Az volt. Kimész, kicsomagolod a téli szalámi zsemjét, alufóliából elropogtatod, iszol a kulacsból egy kis vizet, és aztán mész tovább. De hogy... Amikor tényleg olyan árakkal találkoztatok, amit így nem akartatok igazából elhinni, vagy tudomásul venni. Igen, az árak miatt kérdezem, hogy a tejtermetből is hazavihetem a tányért, kérdezi Ricsi Feri. Hát ezek után igen. És az asztalt, és a székeket. Igen. Igen. De azért ez már kemény, nem, hogy a külföldieket várják leginkább, szóval, hogy arra van szabva. Az. Arra van szabva. Nagyon, egy hónap alatt meg kell csinálni a profitot. Bizony. Tehát, hogy ott most megnyit, jó, nem csak vége így dolgoznak azért. Ja, nyilván nem, persze, nem, igen, kitelepülnek inkább. Igen, igen, igen. A bérleti díjakat nem tudjuk embert találni, na, nem védem őket, de azért összetett mindig ilyenkor a kérdés, hogy miből áll össze a 4500 forintos gulyásleves. Uh-huh. Fenyőfára mit mondanak? Mi milyen? Azt is hol lehet, hogy hogy forró lesz? Egy kicsit, de nem olyan nagyon. Én azt hiszem, ilyen 20%-ot rágulást olvastam. Hát neked úgyis mindegy 40 vagy 48. Persze. Ugyanott veszed, mint tavaly, meg tavaly előtt? Össze-vissza vásárolok mindig. Számítanak rád, mert szeretnék, hogyha jövő és mehetnének a Maldívra. Össze-vissza. Össze-vissza-veszem a fenyőfát. Nincs most egy ilyen kedvenc árus egyébként, tehát az így nincsen. Ahol így jön, vagy így ránk tör. A bécsi karácsonyi vásár meg a magyarokat várja, még az is olcsóbb írva. Aki tényleg érdemes egyszer összehasonlítani az árakat. Ha valaki majd kimegy valamikor Bécsbe, akkor fotózzon már le nekünk árakat, és akkor nézzük meg. Én szerintem nagyjából vagy olcsóbb, vagy egyenáró, azt nem gondolom, hogy drágább lenne. Azt nem tudom. Na biztos megy valaki, megnézi. Nézzük bécsi karácsonyi vásár. Hétvégén Nyíregyházán voltunk az állatkertben, 2 deci forró te volt 1000 forint. 2 deci forró te 1000 forint nyíregyházi állatkert. Forró csuki 400 a kis poharas. Úristen. Hát és ez valószínűleg nem életet teája. Hát és ugye az érdekes, hogy megveszed a belépőt, 4-en vagytok, elmentek gyereknek, még 2-tel, még ti is isztok valamit, és 25-ből megjártátok a nyíregyházi állatkertet. Úgy kajával, meg egy belépővel. Nem? Igen. És a hiúz aludt. Farkas nem is volt. Aha. A hiúz alszik, farkas nem is volt. Igen, mit csinálnak ilyenkor? Hát tapasztanak benne a házukban. Tehát ezért fizetek. Hát ez van. Ők ilyenek. Igen. 2500 a sajtos tejfölös lángos, amikor kb. 1000 forintból megvan egy darab. Hát gyerekek, persze, nyilván erről beszélünk, hát hogy keresni kell rajta. Tudok helyet a csobban is. Jó, de ezek ilyen frekventált, kiemelt történetek, nem? Persze. Nek sose lehet úgy számolni ezeket gyerekek. Ezt számtaszor elmondtam már, hogy egyébként te otthon mennyiért csinálod meg. Mert hogyha beleszámolod azt, hogy te elmentél az alapanyagért, hogy a konyhában álltál, hogy elmosogattál, ha mindenre adnál magadnak bért, akkor nem jönnél ki olcsóbban. Érted? Vagy nem sokkal. Tehát itt mindig azzal nem lehet összehasonlítani, hogy egyébként mennyi egy kólisztet meg lehet. Persze, nem tudod, egy csomó mindent beleképíteni, igen. Ez az a vásár, amikor a lángos árus is szendvicset hoz magának. Igen. 4 cent jéger 3000, Bajai Halfőző Fesztivál azért az is kemény. Igen. Na jövünk mindjárt. Cujo Zolit hívjuk, gyerekek! Hívjuk Cujo Zolit, úgyhogy jövünk mindjárt. Rögtön 8:30 pontosan. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello!
Hello, 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 időjárásunk, hidegbetörés lesz, nem lesz, marad, nem marad. Úgy van. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Nagyszenken négy autó ütközött a 84-es úton, van egy teljes útzár. M0-as déli szektor M1 felé baleset a szélső sávon, 51-es súlyi felhajtó M5-ös csomópontnál. Ott van a sor vége, úgyhogy vigyázzatok. Na, mi pedig hívjuk Zolit, egy kis rövidre, nagyon sok apropója van annak, hogy miért is, bármit is tudunk tőle kérdezni, mert hogy minden. Tehát úrautó világbajnokság, ugye Mihály Sznorbi, akár a box is, vagy éppen a Las Vegas-i őrület, ami volt, hogy a kocsik feltépték a csatorna fedeleket, és le kellett állítani az edzésen. Vagy a készülő Héder magyar szótár. Igen. Vagy a legjobb Héder szójáték, amit hallott most hétvégén, esetleg ugye mondani, mert tele voltunk ilyenekkel, úgyhogy igen, abszolút, úgyhogy hívjuk Zolit. Néztétek a Las Vegas-i futamot? Belenéztétek a látvány, azért az nem akár jó, de hogy közben milyen bagatell hiba a gyerekek, amit elkövettek, ugye nem hegesztették le a csatornafedőket, ami azt jelenti, hogy ezeknek a kocsiknak a szívó hatása felrántotta ezeket a csatornafedeleket, de valami 4 vagy 500 millió dollárt költöttek közben a pályára, ezért meg az egész futamra. Ezért érdemes Putyit, mert akkor ugye alanyi. Igen. És hogy itt meg ugye föltépte az egyik autó, a másik megjött, és ilyen 30 kilós vasdarabok verték telibe alulról a kocsikat. Mint egy lövedék. Tehát, hogy ez... Igen, nálunk Benny van nagyon oda a Forma 1-jel, láttam, hogy ő közvetített, hogy leállították az időmérőt, pályát hegesztettek, betonoztak, aszfaltoztak gyerekek, ott minden volt. Tehát azt gondolnád, hogy Vegasban azért ezt már hogy tudják, nem? Az előző futamok tapasztalatai hogy alapján, hogy azért ahol utcai futam van, ők lehegeztik. Azt hittek, hogy kikerülik. Hát szerintem ők beleadtak mindent a látványba, tudod, meg a showba, meghívták az összes nagy művészt, rengetegen énekeltek ott a megnyitón, meg tényleg tök jó nézett. Nagyon nagy látvány. Nagyon komoly volt a látvány, hát erre már nem maradt ember, vagy gondolat. Ki vagy volt ott a nagyok közül? Nagy énekes. Hát ilyen amerikai sztárok, vagy gitáros énekes sávon, mindig elfejtem a nevét, az egy jó. Én nagyon kivágott pólóban van mindig, és fú, meg nem mondom, tele van tetoválva. Díj és József. Ja, ő nem. Tehát igen. Ja, bocsánat. Volt régi zenekar, Journey. Zona. Hogy? Képzeld, Journey. Új énekessel, óriási volt. Hát jó, tényleg összeraktak egy ilyen szép szettet, mindenki megtalálta a magáért. Ja, mi ezekre a nagy progresszív zenekarokra együtt, és sokszor úgy nézünk, mint hogyha ezekre a nagy dinoszauruszokra, mint ha már olyan lejárt lemez lennének, meg ilyen nosztalgia, jól aztán kiderül, hogy az államokban melyik tisztítusan mennek. Teltházas stadion koncertekkel. Igen, Las Vegas-i futamfénypontja, az Zlatan interjú volt. Azt nem láttam, azt küldjetek, hogy mit mondott, hogy mit csináltak, megnézzük. Ibrahimovic is kim volt, valószínűleg valami szenzációs nyilatkozat. Nyilván saját magáról és a nagyságáról beszélt. Hát más úgy se érdekli. Hát mindjárt megkérdezzük Zoli, sok minden történt. De egyébként Zoli, jó reggel, ciao. Hello, szevasztok. Jó reggel, ciao. Hello. Te már frissen üdén itt 3-4-8-kor már nekünk készen? Hát nagyon tolod. Igen, én már lenyomtam 25 fekvőtámaszt, nehogy úgy járjak, mint Kabert. Meg is van az éves. Tetiked rága, igen. Majd arról is beszélünk. Elmesélték neki, hogy mi történt tegnap. Igen, mondták. Kérdezte, hogy mikor boxol, mondták, már boxoltál. Figyelj, azért az a 2 perc, amíg nem mozdult meg, azért az ijesztő volt, nem? Szóval nagyon. Hú, azért, hogy tud hirtelen csöndben lenni egy 1500-as aréna, és lélegzet vissza folyta figyelni, hogy mi van. Egyébként Kokóval utána beszéltem, azt mondta, hogy egyből látta, tehát ahogy a ringorvos oda ment, akkor már látta, hogy rendben lesz, de azért kellett még pár perc a Tetinek, míg összeszedte magát. Ezért nagyon fontos tudniuk a hallgatóknak, hogy ringorvos van, a mentőszolgálat emberei ott vannak, tehát tényleg nagyon fontos a biztonság az indulóknak, de le a kalappal egyébként mindenki előtt, mert azért ez nagy bátorságba állni. Igen. Igen, hát nála, tehát az ökölvívóknál azért ez egy elég nagy para, mert hogyha mondjuk ott áll mellettem a pulpituson a Héder Barna, és mondjuk percekig nem mozdul, azon nem csodálkozol. Tehát ugye nem fogod hívni, ugye. Nem hívod a ringorvot csak azért, mert nem mutat életjeleket. A Barnára hétvégén 3-szor ráhívták a mentőszolgálatot. De csak igazából. Igen, előre húzták a nyelvét, hogy elharapja, vagy lenyelje. Na figyelj, kivel kezdjük? Forma 1 vagy Mihály Sznorbi? Mert nagyon sok minden. Kezdjük Vegasszal. Jó, de kezdjük Vegasszal, így van. Kezdjük Vegasszal. Ez egy nagyon ellentmondásos nagy díj volt. Egyébként nagyon jól volt a futam maga. Tehát tényleg hozta, amit azért sokan vártak tőle, bár már ugye eldőlt rég a világbajnokság, de ez egy izgalmas jó futam volt, csak nagyon hülyén indult. Mert ugye 8 perc után leintették az első szabad edzést, mert felszakadt ez a bizonyos csatornafedél. Nem is ez a nagy csatornafedél, hanem az a... Tudjátok, régen a kerti csapoknak, meg hát most is van még ilyen kisebb acél fedele, és azt nem hegesztették le rendesen, ebből van vagy 30 darab a pályán.
És föltépte, ugye, ahogy te is mondtad, Balázs, a szívó hatása az autóknak, ez most különösen nagy, mert ugye az idei szabályok szerint már ezeket használják, tehát a fizikáját ennek a szívó hatásnak, és akkor hát Carlos Sainz rosszkor volt rossz időben az autójával, és 340 km-es sebességgel rá ment erre a vas öntvény fedélre. Az egész autót átjukasztotta hosszába gyakorlatilag. Az ülése megsérült, az energiaellátó rendszer, az erőforrás ellen minden, és hát kapott egy 10 helyes rajtbüntetés, mert a szabály a szabály, meg egy pár millió dollárt is sikerült elégetni egy néhány másodat. De várja, ő egyébként miért kapta a rajtbüntetést? Azért, mert annyira megrongálta ez a csatorna fedél a kocsit, hogy ki kellett cserélni például az akkumulátort, meg az erőforrás. De ez nem az ő hibájuk volt, érted? Hát képzeld el, ez most a vita a Ferrari meg a szervezők között, hogy akkor vajon valamiféle kompenzációt lehet-e kérni csokkolom, mert hát az nem a mi dolgunk lett volna, hogy hegesszük le rendesen azokat a csatornafedeleket. Egyébként precedens van, 2017-ben Bakuban történt hasonló Romain Grosjean autójával, és ott egyébként sikerült külön megállapodást kötni, tehát kaptak valamiféle pénzt extrában a szervezőktől, és képzeljétek el, hogy maguk a felügyelők is, a versenyfelügyelői, amikor kiadták ezt az információt a büntetésről, akkor beleírták, hogy bár értjük, hogy ez nem Sainz hibája volt, de nem tudunk más csinálni, mint hogy a szabályok szerint járunk el, és megbüntetjük a szokásos tétellel. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon faramúci helyzet volt, a Ferrari már jelezte, hogy egyébként megkezdik ezeket a tárgyalásokat. Idén ugye már költségsapka van, azt ne felejtjük el, hogy egy-egy ilyen pár millió dolláros sztori az nagyon nem fér bele, főleg az év végén, úgyhogy ez egy szitu. 340-nel telibe verte ezt a vas öntvény vackot. Mondom, hosszában átvitte az autó gyakorlatilag. Az ülése kiukat, a monokok, tehát a túlélő cella, ami körülveszi a versenyzőket, az megrongálódott. Úgyhogy szépen Maranellóból külön géppel hozni kell a motyót, mert Abu Dhabi van a hétvégén, tehát menni kell tovább a cirkusznak. Ez egy nagyon nagy extra költség. Abu Dhabi az utolsó, nem? Ott van a szezonzáró? Ott lesz a szezonzáró a hétvégén. Aha. Na, és akkor ugye az történt, hogy leintették 8,5 perc után a szabad edzést, és elkezdték a 30 darab ilyen cuccot lehegezgetni szépen akkurátusan. És ezzel csak az volt a gond, hogy elmaradt az első edzés, a második pedig, hogy is van, hajnal 2:30 vette kezdetét. Igen ám, de 2:00 lejárt a biztonsági személyzet munkaideje. Ezért 35 000 embernek azt mondták, hogy akkor lesznek szívesek fölállni, és elhagyni a területet. És ők morgolódva hazamentek, kaptak egy 200 dolláros vouchert, hogy Red Bull pólót meg McLaren. Jó, az, nem rossz az. Na most gyereke, de valaki 30 000 dollárt fizetett a jegyért. És képzeljétek el, mai hír, hogy egy nagyon nagy múltú Las Vegas-i ügyvédiroda az 35 000 néző nevében keresetet indít a szervezők ellen, hogy hát valamiféle kompenzációt akkor ők várnak szeretettel, mert hogy egyébként hát megvették a jegyet nem kevés pénzért, és nem láttak semmit a szabad edzésen a pénzükért. Egyébként egy kicsit ilyen lömar hangulata volt a dolognak, mert hajnal 2:30 elkezdődött, hosszabb lett a második edzés, úgyhogy 4 órára végeztek is reggel 4-re. Elképesztő, hogy ennyi dollármilliót elköltenek 4-500-at az egész futamra, meg a piára, meg ahogy kinéz a látványra, és közben elfejtik lehegeszteni a csatornafedeleket. Általában nézted, és ott nyomják, azért ehhez már van utcai futam az év közben, tehát ez a rutin azért meg kéne, hogy legyen. Persze, hát Monakóban 100 éve rendeznek autóversenyt, azért ott már mindenki tudja, hogy az első, hogy rendesen lehegeztik, de hát Szingapurban, Bakuban, tehát egyre több utcai pálya van, ez a tudás megvan. Egy nagyon fontos információ még az egész hétvégével, meg a Las Vegas-i nagydíjjal kapcsolatban, hogy ez volt a Liberty Media, tehát a Forma 1-nek, mint gazdasági vállalkozásnak, a tulajdonosának az első olyan futama, amit házon belül ők rendeztek. Tehát nem volt egy helyi promóter, hanem ők csináltak mindent saját kezűleg, és ez egy teszt is volt, hogy vajon ez működik-e, és szerintem óriási szerencséjük van, hogy végül aztán a futam az tényleg egy izgalmas, jó változatos verseny volt, safety car-ra, stratégiával, előzésekkel, oda-vissza előzésekkel. Azért Verstappen azt mondta még csütörtökön, hogy ő úgy érzi magát, mint egy bohóc a cirkuszban, mert hogy ez olyan csak a showról szól, és hogy igazából italozni és furcsa arcot vágni, azt Ibizán is lehet, és nem kell Forma 1-re utazni emiatt. De aztán a végén a Viva Las Vegas énekelte a csapat rádióban, amikor megnyerte idei 18. futamát. Igen, de hogy van ilyen nem ring speaker, de ilyen felkonferálták őket, ilyen régi autóba ültették őket, körbevitték őket a pályán, tehát ilyen egészen
nagyon amerikaira vették, ilyen hatalmas kedileggekbe vitték őket, mint a boxgálán, és felkonferálták őket, interjúzni, üvöltve, tehát tényleg tök más volt. Nézzük, ezt is igénylik. Igen. Mondjuk pár éve Miami-ban az a Michael Buffer volt, aki egyébként profi boxgáláknak szokott lenni, ha már a bunyóról is beszéltük. A Let's Get Ready to Rumble, a kérdőd. Igen, $1 millió. Elmondja ezt a mondatot, hogy 3 millió dollárért. Igen. De hogy azon röhögtek sokkal, hogy nem tudta rendesen kimondani a neveket, a versenyzők neveit, hogy picit után jött ki, de hát ez Amerika, és tényleg új szintre emelik a szórakoztatást a Forma 1-ben is. Nekem is vegyes érzései vannak egyébként, mert tehát az, amikor Monzában, vagy Silverstone-ban, vagy a Hungaroringen köröznek ezek az autók, ott azért tudod, hogy a lelátón ülők, azok szenvedélyesen imádják ezt a sportágat, és tudják, hogy mi történik a szemük előtt. Hát Amerikában meg nem feltétlenül, de ott a szórakoztatás a középpontban. Na és van egy másik hírünk is, ugye ezért ez ennek magyar vonatkozása van, Norbika drága. Tehát szépen csendben, úgy, vagy kicsit úgy nem is nagyon néztük a tabellát, meg nem is foglalkoztunk évközben vele, meg a pontjaival, és hát csak így az ember így kissé váratlanul, hát nyilván aki autósportban ott van, nem annyira, de hogy közben meg világbajnok lett, ugye a VTCR utód futamában, lehet így mondani, ez egy picit más talán. Igen, ez folyamatosan változik, ez a túrautózásnak tulajdonképpen a globális csúcs kategóriával, ja, még mindig itt van Mihály Norbi, ugye a Hyundai-val megy, és a hétvégén Makaóban egyébként egy szenzációs helyszínen, ahol 70 éve rendeznek utcai versét, még Häkkinen meg Senna is mentek ott annak idején, szóval ott megnyerte a világbajnoki címet, TCR World Tournak hívják ezt most, ilyen világsorozat, hivatalosan a világbajnokság szót nem használhatják, de tulajdonképpen mondom, ez a globális első számú túrautó sorozat, és akkor ő folyamatosan gyűjtögette nagyon okosan idén a pontokat, voltak pici hullámvölgyek, de látszott azért Norbin, hogy úgy egyben van, meg úgy mentálisan teljesen rendben van, és hát ne felejtjük, hogy ő már volt ilyen helyzetben, hiszen amikor 2019-ben megnyerte, ugyanezt a bajnokságot, csak akkor még más néven futott, akkor is az utolsó hétvégén Malajziában dőlt el, tehát nem volt ismeretlen számára ez az érzelmi helyzet. Makaóban egyébként nagyon szép élményeket szerzett így a pályafutása során, az egy kicsit ilyen házi verseny. Makaó, hát mondom, az egy különleges pálya, és egyébként nagyon-nagyon nagy múltra tekint vissza, de most meg ugye megnyerte az első versenyt a kettőből, szombaton, és akkor vasárnap meg elég volt egy 8. hely, mert a többiek már nem tudtak annyi pontot gyűjteni, hogy megelőzzék, úgyhogy azt hiszem összetettben 10 ponttal, 400 valahány pontja lett, és a második meg 10 ponttal kevesebb, meg lett tulajdonképpen a második bajnoki cím, úgyhogy szívből gratulálom Norbinak. Gyerekek, ez a magyar autósport nyilván nem miattunk, de jó évet zárt, mert Kis Norbi megnyerte az 5. kamion Európa bajnoki címét. Hegyi Európa bajnokunk van hegyi felfutásban, Nagy Norbi. Ez az első ilyen cím, amit magyar autóversenyző meg tudott nyerni, és hát Mihály Norbi pedig. Hát ez csodálatos elnök úr. Elnök úr. Hát nem remek alkalommal egy virtuális koncertet, engedjen meg nekünk. Természetesen köszönjük a munkáját. Aztán leborult szivar még itt, elnök úr. Ez igen. Előre vannak a friss pogácsák, abból vegyed. Nem. Nyilván ehhez a magyar autósport szövetségnek maximum annyi köze van, hogy a licenszüket a nemzetközi. Elnök úr, ne szerintjük, elnök úr. Önök nincsenek. Önök mi sem vagyunk, elnök úr. Ja, így van. Az viszont már a mi feladatunk. Igen, az édesből jöhet, köszönöm. Szóval ugye az viszont a mi feladatunk, hogy például volt egy gokárt tehetségkutató idén, és ott a legügyesebbek majd Mihály Norbival tölthetnek el egy teljes napot, ahol nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is fognak tőle tanulni, meg ilyen edzésmunkáról fognak beszélgetni, hogy hogyan készül. Úgyhogy igen, hát ezek azért mindenképpen jó hírek. Sok minden volt. Sok minden volt. Köszönjük szépen a munkáját, akkor karácsonyra is maradhat a céges Astra. Figyelj, ha ugye hát most sok mindenről beszéltünk, akkor még visszatérve a boxra egy kicsit, hogy te még le tudtál keveredni, Peti, ezt találkoztál vele tegnap este, én már nem mentem be hozzá, mert nagyon sokan voltak, dumáltatok, vagy te már csak jöttek a hírek, te is ugye végeztél, elment, hogy jól van, fölállt, minden oké. Utána beszélgettem vele, aztán elvitték egy CT-re, mert ilyenkor ez a protokoll, és elvitték utána jött. CT-re? Igen, és kaptam a kollégáktól egy SMS-t, hogy rendben volt minden, és hazaengedték, tehát minden oké. Ugye ilyenkor a protokollnak megfelelően kell eljárni egy ilyen. Meg is CT-zik az ott éjszaka, elviszik valahova? Igen. Nem engedhetik haza, hogy majd holnap kicsit fájni fog a feje, de vegyél be egy Advilt. Tehát nem. Itt komoly protokollok vannak, és hát ez muszáj is ragaszkodni, pont ezért protokoll. Mondta, amikor meglátod, hogy de jó, hogy madár, te is itt vagy.
Örülök neked. Igen. Viszont a beszéd, amit a végén mondott, azért az nagyon szép volt, nem? Tehát ahogy összekaptam magát, nagyon emocionális, érzelmes, megköszönte az egész tábornok. Tehát Peti, kérde, nagyon büszkék voltunk. A végén az egész miatt, ahogy ringbe állt a sérülés után, ahogy bátran küzdött mindenért, de a végén a beszéd azért az egy kiütés után így elköszönni, megköszönni, az egészen fantasztikus volt. Nagyon sportszerűek egyébként a versenyzők, azt kell mondjam, és ezt jó látni, hogy főleg, mert ugye ráadásul haveri viszonyban, vagy majd hogy nem baráti viszonyban vannak egymással, és tényleg nagyon-nagyon szép beszédet mondott. De hát mondjuk a Bence is, amikor kiszólt Sobert Norbi szüleinek, hogy azért büszke lennék, ha ilyen fiam lenne, vagy ilyen gyerekeket tudnék nevelni. Tehát ezek szerintem fontos, meg jó gondolatok, hogy alapvetően tisztelik egymást ezek a versenyzők, és megtisztelik azzal is egymást, hogy keményen készülnek, már aki, és mindent megtesznek a szorítóban, hogy a szabályok adta kereteken belül legyőzzék a másikat. Tehát szerintem ez a sportnak a leglényege, és ezért lehet szeretni egy sportot, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy én biztos, hogy nem mernék odaállni. Tehát hogy ez nagyon-nagyon bátor cselekedet mindenki. Pedig azért egy szúja, Gundi. Jó, de akkor kivezetné a műsort, érted? Jaj, Istenem, csak ne! A hét előre ugrik! Na, egyébként tudnánk még ilyen párosításokat összehozni, de amikor annak idején az erdei meccseit közvetítettük még az RTL-en, akkor a szegény Frisdúnek erdei edzője, Isten nyugosztalja, ő mondogatta mindig, hogyha lehúzzuk a fényeket a csarnokban, akkor egy olyan egy menetig elhiszik, hogy az erdei, tehát hogy én vagyok az erdei. Tehát beküldenek engem, mondom, mester, ha leveszem a pólómat, akkor azért rögtön lebuknék, és akkor volt egy kis mókázás mindig. Igen, ez izgál, de most komoly fogadásokat lehet kötni, azért a Rácz-Istenes meccs az jóna, az jónak jó. Ez egy előrehozott döntő is lehet akár, tehát szerintem ez beillik annak, és ez ugye most lesz már jövő héten, tehát itt már kevesebb pihenő van, mert aki most boxolt az utolsó körben az negyed döntőkben, annak bizony mennie kell. Nem biztos, hogy rossz egyébként, szerintem lendületben vannak edzeni, úgyis elmenetetnek, ma pihen valaki, aztán kedden, hogy okosan elkezdi a felkészülést. Tehát itt már szerintem majd az edzőknek a felelőssége ott is bejön, hogy egy mini forma időzítést azt hogyan tudnak a lehetőleg. Igen, az jó meccsnek tűnik, igen. Hát az igen. Az nagyon, annak is van egy érzelmi töltete, és azért ugye az ökölvívás, ha már Las Vegasról meg a Forma 1-ről beszéltünk, azért a bunyóban, a profi bunyóban mindig benne volt ez a show elem. Tehát, hogy az itt a szórakoztatási faktor, az legalább olyan fontos, mint a sportértéke a dolognak. Hát ezt azért annak idején már az Ali Foreman meccsen is láthattuk, hát 1974-ben azért ott az évszázad mérkőzését is úgy felvezették, hogy szenzációs volt, tehát ez része a játéknak. Szegény Ács Ferinek nem lesz könnyű a Noir ellen, szóval azért az a másik ágon az nem egy könnyű meccs. Józanlatról beszélek, ugye Ács Feri a Pál utcai fiúkban, azért mindenki szegény, hajrá Ács Ferizte egészen. Jó, de várjál! Az, igen, ott neki nem lesz könnyű dolga azért, a Noir nagyon jó. Igen, ők is kezelik egymást, és a Noir nagyon jól mozgott a big boxban, ez való igaz. Ugyanakkor szerintem Józan Laci volt szinte az egyetlen, aki megpróbált tudatosan odafigyelni a védekezésre. Tehát azért neki a kettős fedezéke szinte végig fent volt. Szerintem ez nagy dolog. Az más kérdés, hogy azért néha támadni is kell, mert ott azért Kállai Sanders Andrással voltak olyan lassan telő másodpercek a menetekben, de hogy ő legalább tudatosan figyelt a védekezésre, és fönt volt szinte végig a keze, és ezt kevesektől láthattuk, és szerintem most már ez a fajta tudatosság lesz majd a meccseket eldöntő egyik legfontosabb tényező, hogy valaki tényleg vissza tudja-e hozni, átestek a tűzkerességen, megnézték, hogy ez milyen, miről szól, vissza tudja-e azokat hozni ott élesben, amiket mondjuk az edzők tanítanak nekik. Hát bocsáss meg, azért azt ne felejtsük el, hogy a Curtis is nagyon figyelt a védekezésre, például az edzés munkájánál odafigyelt, hogy ne legyen izomláza. Jó, igen, de ő nagyon elfoglalt volt. Hát figyelj, szerintem hogy az érdekes, hogy ha lesz még mondjuk a közeljövőben Starbox, akkor azok, akik vállalják a fellépést, azok mennyire komoly munkát fognak ebbe belefektetni, mert látják, hogy azért itt nem lehet elspórolni az edzés munkát, és gyakorlatilag azt gondolom kis túlzással, hogy szinte föl kell adniuk majd, hogy nem azt, amit a hétköznapokban akár a megélhetéssel csinálnak, mert lesz egy szint.
ami alá nem lehet menni, mert vagy kikapsz, vagy közröhely tárgya leszel. Igen. Tehát ez is egy kockázat. Viszont van egy évük, tehát azért igen. Az volt komoly melót hát, lehet beletem. Igen. Zoli, nagyon köszönöm. Igen, Zoli, nagyon köszi, vigyázz magadra, jó munkát, köszönjük szépen. Viszlát elnök úr, köszönjük szépen. Köszönjük a munkáját, így van, egy minyont. További szakmai sikereket kívánunk. Ciao Zoli. Köszi, ciao, ciao, hello, 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 köszönjük szépen Szúja Zolinak. 8 óra pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, hello mindenkinek. Sziasztok. Egy jó karácsonyi dal, Zsül. Így van, majd december 22. Milyen, elkapott a lendület? Engem egy kicsit már igen. Igen? Igen, én már készülök a karácsonyi vásárokat is megnézni, vásárlás nem tervezünk, tehát viszünk magunkkal ételt, italt, de azért egy azt nekünk is műanyag dobozokban viszed magad a lillakáposztát. És kosárban. Igen. És legyújtott, hogy elnézést megmelegítenék. Itt közben a Zlatan interjút nézem, gyerekek. Na, mit mondod? Nem tudom beadni, az a baj. Tehát, hogy tudok ennek hangot csinálni? Próbálkozunk. Viberről, igen. Ugye elkapták őt Las Vegasban természetesen. Igen, hol mások. Hol mások. Óriási volt a csávó, mondta, hogy mindenkinek nagyon köszönő, hogy miatta eljöttek. És hogy ekkora bulit csaptak, de majdnem leszerződött hozzánk, már csak pénzügyi kérdések vannak. Igen. Hát, hogy mennyi a guba. Ezt kérdezte, hogy mennyit ajánlotok, értem. Igen, nagyon meg, jó volt a csávó. Óriási az. Na itt van, várj, csak ugye, hogy beszéltünk a vegasi futamról, és elküldték nekünk TikTokon, fönn van a Zlatan interjú, hogy mit mond. Áll valami bőrkabátban valahol a fal mellett nyilván. Hallottam, hogy ilyen dollármilliós jegyek, vagy ilyen milliós jegyárak is voltak. Tehát volt olyan jegy, ami 1 millió vagy 2 millió dollár volt. Azért ott már nagyon finom kell, hogy legyen a pezsgő. Most ezt fogjátok hallani, mert Viberről adjuk be, tehát senki ne írjon nekünk Viberen. Igen. Jó? Na fél, láttál, hogy interjúzik. Hogy interjúzik, oda megy hozzá a riporter. Oda ment köszönni, ugye, hát ez oké? How many interviews did you give? Ez egy magyar srác egyébként? Igen, igen. Egy magyar fiú. M4, azt látom a logót a mikrofonon, ez egy magyar srác. M4 reporter oda ment, és megkérdezte, hogy mennyi interjút adtál? Not enough, because you came to me also. Milyen jó hangolja van, hallottam beszélni. Úgy de jó. Finoman leszólt a csávot, hogy nem eleget, mert te is ide jöttél. Mondhatná a pénteki versedet. Egyébként a pénteki versedet, igen. Igen. Nem eleget, mert te is ide jöttél. Sorry to interrupt you. They say this show is just for you. Yeah. Is it true? Who else? That's why I'm here. Of course. Hogy az egész show ez miattad van, ugye azt mondja neki. Igen, igen, természetesen ez miattam van. És kérdez a riport, hogy jártál-e már Vegasban? In Vegas, yes. Many times. I know you're a Formula fan as well, and yes. You have some Ferraris as well. Ugye egy nagy Formula 1 rajongó vagy, és van már pár Ferrari a garázsodban? Yes. Sometimes. A lot. No. Not sometimes. Okay. Most is. Ez mit valami angol lett ki első óra. Yes, sometimes. No, yes, no. No, yes, no. Azt hittem azért ennél ez egy komolyabb interjú. Na várjál, nézzük tőle. Just one final thing. Where are you from? Hungary. Most kérdezünk, hogy honnan jöttetek? Magyarországról, oké? Várjál, nem tudom elindítani. Aha, és itt már nem is indít. Just one final thing. Where are you from? Hungary, Budapest. We had an interview in Monza. I know. Yeah, yeah. I made you famous. Now I'm gonna make you even more. De nagy az Zlatan, úristen. Ugye mondja a magyar srác neki, hogy mi már interjúztunk Monzában, vagy valahol csinált már vele interjút, és mondja neki Zlatan, hogy igen, én emlékszem, én híressé tettelek. De most ezzel az interjúval te még híresebb leszel. Tök jó. Thank jó fél, so csávó. Are you retired? If I, yeah. Why, you need a player in Hungary? Yeah, we need a... Szükségetek van egy játékos a Magyarországon? How much do you offer? We have Szoboszlai, Dominik Szoboszlai from Liverpool. Maybe how much do you offer? Mennyit ajánlotok? Nem érdekli a Szoboszlai. Hogy ki az, nem érdekli. Nem érdekli a Szoboszlai. Mennyit adtok? Mennyit ajánlotok? I didn't ask you who you are. How much you offer? I have to ask my boss. How much do you need? So when you know... No, I'm expensive. I don't need money, but I'm expensive. Okay. Jó arc a csávó, az, hogy nagyon nincs szükségem pénzed, de nagyon drága vagyok, azt mondja. Ha akartok, akkor megteszem, gyerekek. Jó arc. Egyébként tök jó fej. Nagyon jó fej. Meg szétrolkodja az egészet, de direkt. Megszoktuk már egy ekkor az egója, de szórakoztató módon. Igen. Jó arc az Zlatan. Na és akit el is köszönnek aztán, tehát tulajdonképpen ennyi.
Ennyi van. Újvári Máté volt a riporter. Köszi, ezt nem tudtam igazából. Most sem tudtam, hogy magyar, csak aztán megláttuk a logót. Jól van, tudtok-e valamit az M0-ásról, Gyár és Miklós között? Tudunk valamit? Láttok valamit? M1 felé baleset, de elküldtek ezt is, szélső sáv, offos 51-es út felhajtó, M5-ös csomóponál a sor vége, nagyon nagy baleset. És az M3-os bevezető elesett, mint szegény kabát betírja nekünk Seres Dani. Ne bántsátok. Pedig el, de nagyon korrekten felállt. Igen, ha minden igaz és elő tudjuk keríteni, akkor lehet, hogy ha föl tudjuk ébreszteni, akkor 9 óra után a Rácz biztos itt lesz velünk telefonon, de hívjuk, próbáljuk a Petit is elérni, hogy mi maradt meg neki a tegnapiból. Te mire emlékszel egy ilyen blackoutnál? Tehát így mi van meg? Mondom, ő a beszédében az volt az első, vagy az interjúban, bocsánat, ahogy Barnus elkapta, Kabát Petit, az első az volt, hogy ő emlékszik mindenre, és hogy ugye a párja ott zokogott és sírt, és őt az ijesztette meg a legjobban, a Petit. Igen, hogy nem hogy emlékszik Adri, rá, hogy igen. Neki hogy nagyon lekapcsolták volna, ja. Hogy végig tudatánál volt, ezt mondta, de hát nyilván ez kívülről azért ijesztőbbnek nézett ki. Bár, hogyha valakit nézett már profi mérkőzéseket, vagy keményebb amatőröket, azért ez bőven benne van. Hát igen, nyilván úgy írták alá. Én azon gondolkodtam tegnap, hogy mi van, ha itt egyébként történik egy tragédia. A boxmérkőzésen volt már olyan. Persze. Hogy az kinek a felelőssége? Hát, vagy hogy kiviszi el a balhét? Biztos, hogy aláírsz egy olyan papírt, hogy... Így van egy felelősségvállalási nyilatkozat, amit ők aláírnak. Ők ezzel tisztában vannak. Nyilván az alapvető védekezési formák azok megvannak, ugye a hölgyeknél a fejvédő, egyébként meg ugye csak amatőr bandást használhatnak, a kesztyűméret is ezt szolgálja, hogy azért ne legyen komoly sérülések. Tök mindegy, hogy mi volt a kezén. Az abba a pofonba nem akarsz beleállni. Ezeket biztos, hogy elmondják. Ez biztos, az bátorvállalás, hogy a pasikon nincs fejvédő, azért amatőrbe is van. Tehát a profi boxban nincs fejvédő, amatőrbe tesznek a férfiakra is fejvédőt. Igen. Tehát azért az egy nagyon bátorás. Szerintem ez a benne van kategória. Aha, hogy tehát, hogyha valaki beleszeded egy olyanba, nyilván kellemetlen a csatornának mindenkinek, abban a pillanatban leáll a műsor, de valószínűleg ők ezt aláírják. Ja. Tehát ezt te vállalod azért. Tehát ez egy férfias dolog, oda bemész, beleszaladt. Az nyilván ez egy nagyon nagy kesztyű. Tehát szerintem maradandót nehéz vele okozni. Ez egy 16 unciás kesztyű, tehát azért ilyen nagy lapát kezük van, tehát azért az pont azért van ekkora kesztyűjük, hogy ne tudjanak azért nagyon komoly sérülést okozni. Ugye minél nagyobb a felület, annál nagyot üt, meg lecsücsülsz tőle, de sokkal, sokkal nagyobb a kesztyű. Tehát a profik nem ekkora kesztyűvel boxak. 16, vagy nem is tudom, szerintem 16-os a kesztyű. Borzalmasan nagy. És a profi az mennyi, 10? 10 vagy 12, azt hiszem, talán nem tudom, de nem direkt adnak rájuk ekkora kesztyűt. Ugye nagy az ütőfelület, sokkal nagyobb tudsz, de nem tudsz olyan sérülést okozni. Igen. Viszont igen, hát ez olyan, hogy ha beleszaladsz, akkor az te önként lépsz be a szorítóban. Ugye kiütés már volt, ilyen típusú, ilyen nagy, ennyire meggyőző, ennyire drámai kiütés nem volt még a műsor történetében, és valószínűleg ezért is hallgatott el az aréna, meg ezért is lett akkora csend, mert az embereket egyszerűen ez megdöbbentette. De ugyanakkor meg, hogyha tényleg nézel időnként ilyen küzdősportgálákat, meg a profi box mérkőzéseket, akkor ott ebben igazából nincsen semmi csak extra. Csak más az olvasata, tudod, aki 20 éve boxol, gyerekkorában kezdte, ezt vállalta, itt meg a szegény kedvenc kis ártatlan Kabát Petinket a visszacsavarodott lábával. Nem, az volt a megdöbbentő, ahogy összeesett. Tehát, hogy persze, a lába, láttad, hogy te ilyen, mint egy ronybaba. Tehát, hogy úgy esett. Ebben az volt a nagyon ijesztő, mert láttunk már kiütést. Tehát a Nagy Ervint is, stb. De eldőlt. De hogy a Petinek tulajdonképpen becsavarodott a lába a teste alá, és így, mint a térdelésből, így egy jógapózba hanyad dőltél volna, abban ez volt szerintem a nagyon ijesztő, hogy láttad, hogy mint egy ilyen, mint egy baba összedőlt. Igen, de hogy mert a Nagy Ervin is eldől, de láttad, igen, hogy eldől, fölállít, viszont ugye ráült a saját lábára. És szerintem így összeesni csak úgy tudsz, hogyha teljesen leütnek. Tehát egy ilyen ronybaba jelleggel így elvágott. Ki is húzták azonnal a lábát, szedték ki a nyelvét, tehát mindent csináltak, de ebben az volt az igazán ijesztő, maga ahogy összeesett, és hogy utána egyáltalán nem mozdult meg, fél perc, egy perc, hát ez nagyon hosszúnak tűnt. Ebben igazán az volt a kemény szerintem. Nekem a Jenő viselkedése, gyerekek, nekem ezt el kell mondanom, a Jenő fanok nem fognak szeretni, nekem a Jenő viselkedése olyan furi volt a izé után. Hogy úgy olyan érzelemmentes volt a csávó. Ha én kiütném, de mondjuk én egy ilyen gyenge lelkű csávó de vagyok. De mit értesz érzelemmentességgel?
hogy ez úgy rendben van, hogy ott fekszik egy haverom, vagy nem tudom, ők most milyen nexusban vannak, kicsorodott lábbal eszméletlenül. Érted? És tényleg rendben van, mert ez a box, én vagyok a hülye, biztos. De várjál, ő utána oda ment hozzá. Te azt mondtad, hogy sokat sétált, nézte kicsit ilyen szemtelenül oda. Olyan szemtelen volt. Én biztos, hogy... Nem lehet, hogy egyszerűen itt arról, hogy ő azért viszonylagos rutina rendelkezik, mert is nem akarta akadályozni itt az orvosokat, meg azokat mondom, az embereket. Mondom, tökre igazad van, biztos. Nézd már, megy is oda. Tehát, hogy igen, igen, ott ránéz, ebben tökéletesen igazad van, csak én vagyok biztos egy ilyen lelkisebb csávó, hogy én biztos, hogy nagyon rosszul lettem volna ettől. Hogyha én öklözöm valakivel, és az így esik össze, valószínűleg én ott bőgök mellette, mert egy ilyen hülye vagyok. Érted? De nekem egy picit... Igen, nagyon nehéz, mert ugye vagy egy bizonyos állapotban, tele vagy adrenalinnal. Ilyen kicsit testen kívüli maga az élmény is. Tehát nem is fogod föl. Ugye te bemész az egyik sarokba, mert téged oda beküldenek. Ott is kell maradnod elvileg, az a bírói döntés, hogy nem is nagyon jöhetsz ki, nem is nagyon tudsz oda menni, aztán oda rohansz, megint visszaküldenek, hogy menjél innen, miközben a csapatod beszél hozzád, miközben te még a meccsbe azért kaptál párat, és azért te is kobályogsz, mert azért a Jenő is kapott. Tehát, hogy igen, utána már ő nagyon sportszerű volt, ott pár percig volt, hogy kicsit olyan szemtelenül járkát megnézte, de szerintem ez maga annak a kicsit a ilyen pszichotikus állapot, amiben te ott benne vagy meg valójában. Igen, tehát, hogy ott nem is tették a dolgokat, tették az orvok. Dolgukat az orvosok, tehát tud oda menni, és aztán egy akadályozni őket azzal, hogy most futod a tiszteletköröket, majd utána elnézést kész. Szerintem inkább profi volt a hozzáállása. Aha, lehet mondom, én engem nem... Tehát, volt benne valami, értem, mit mondasz, mi is néz, volt benne valami furi, kicsit olyan szemtelen volt az egész csávó, ahogy nézte. Igen. De ott valahogy aztán úgy annak írt be, igen, utána már amit mondott, ahogy megölelgette a Petit, ahogy oda ment ott, valahogy ez el is múlt. Volt egy pár másodperc, amikor azt gondoltad, de aztán közben úgy és tökre rájössz, értem, hogy ez a box, meg ez a sport. Azt is értem, hogy ő ezt csinálta, és benne is maradt, de mondom, én kicsit úgy a saját magamat képzeltem el ebben, hogyha véletlenül valakit én így, én lennék rosszabbul. Érted, nem ő szegény. Nekem szemtelennek tűnt, de most, hogy ezt így elmondtátok, hogy figyelj, ez a box, te is egyébként egy zaklatott állapotban vagy, lehet, hogy tök normális volt a... Iszonyatos adrenalin van benne. Tehát, hogy már az elején amúgy látszódott, hogy már nagyon készült el a mese. Most tényleg őket úgy kell elképzelni, mint amikor egy ilyen boxokba szorított agarak lennének, akik már alig várják, hogy meglássák a nyulat. És a máma műnyulat. De robbanás előtt vagy. Ahogy kinyílik a kapu, rögtön rossz. És azok hónapokat tesznek bele ebbe a felkészülésbe, és ezek nagyon tisztességesen beletették ezek az emberek, és abban a pillanatban, hogy bemennek a ringbe, de nagyon sok edző egyébként ezt pont el is mondta ezzel kapcsolatban, hogy az a legrosszabb taktika, hogyha abban a pillanatban hagyják, hogy elborítsa az agyukat, és csak menjenek elő, és elfelejtsenek minden taktikát. Mert ez tök jellemző. Annyira bizonyítani akarnak, annyira oda akarják tenni magukat, annyira győzni akarnak, annyira bennük van a motiváció, hogy ez olyan hihetetlen. Tehát, hogy ezt kívülről nézni, hát az teljesen más. Az teljesen más, mint belülről megélni. Igen. Na jó van, gyerekek, oké, akkor itt a sok sport, meg box, meg Forma 1, meg foci, meg Szoboszlai, meg magyar válogatott után, akkor egy kis sajos téma, jó? Most volt a sistémam. Janicsák, mert egyszer is szabadság. Hogy a csajok mit a szepi fölték egymást a Starbucks-on. Nem, hát ilyenek majd női hallgatók, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, vagy mi a helyzet, amiben voltak, mert nehéz nekünk ezt pasiként így megbeszélni. De ugye mondtuk, hogy ha van valamilyen élethelyzet, amiben vagytok, akkor nyugodtan írjatok levelet a balázsék@radio1.hu-ra, mert oda is kapunk azért sokszor olyan témafelvetéseket vagy ötleteket, ami segített. Ugye a múltkor volt ez az orvosi vizsgát, amely egy nagyon jó téma lett, hogy kiderült, hogy az üzemorvosok egy része vidáman kecsöli, vagy fogdossa, taperolja, nézegeti és mesztelenül vizsgálja meg egyébként. Kicsi, hogy is mondjam, ilyen ingyen szerzett élményt ad magának az orvos ezzel. Igen, ugye? Igen. Csak a telefonátok üzemorvosok, házi orvosok, lehet vetköztetni, nem lehet vetköztetni. Tehát nagyon jó témát adtak a hallgatók, és most is kaptunk egy hasonló levelet, ami egy kicsit ilyen női rivalizálás, női főnök, ugye? Hát ez egy nehéz helyzet, női alkalmazott kontra női főnök. Az biztos, hogy nagyon sok mindenkinek van élettapasztalata erről, amikor nő a főnök, de azt hiszem, ez rosszabb felállás, mint a férfi főnök, férfi alkalmazott. Mert a nő között eleve van sokszor egy kimondatlan rivalizálás, ha még aztán nő a főnök, és nehogy isten csinos nő, vagy jó csaj, vagy a férfi munkatársak által jobban kedvelt női alkalmazott van ott, na akkor gyerekek, ott az a dzsihád. Tehát
az biztos, hogy GL. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy tökéletes problémában fordul hozzánk, amivel nem tud mit kezdeni. Munkakeresésben van már a második munkaerő, hallottam vissza azokat az információkat, hogy azért nem veszik föl, és hogy azért nem alkalmazzák, mert hogy mások szerint önmagában ő dekoratív és csinos. Ugye, amit sokszor előnynek gondolsz, hogy jól nézek ki, bemegyek, fölveszek egy miniszoknyát, állásinterjú, bemegyek, de hogy női főnökül a másik oldalon, vagy nő az interjúztató. És a legutolsó alkalommal, akinek a döntés a kezében volt, lecsekkolta a közösségi oldalamat, mint kiderült utólag, az ott lévő képeket megnézte, látta, hogy a férfi ismerősök egyébként az ott dolgozó munkáján is lájkolták a képeket, és nyilván féltékenységből nem szeretné, hogy oda kerüljek, a képesítésem megvan, a munkatársait nem ismerem, csak lájkoltak, viszont elhízni és elrontani nem fogom magam, és tudom, hogy egyértelmű ok volt, hogy emiatt nem vett föl. Tehát ez nem egy fejvadász cég volt, ahol nő interjúztatott, hanem már valószínűleg valamilyen maga a cég, igen. A történetben külön szomorú, hogy ezt a nőt ismerem, Kolyában egy helyen dolgoztunk, és szembe segítőkésznek tűnt, de úgy látszik, a női hiúság győzete reális döntéshozatal felett. Ez egy szomorú tény, de úgy tűnik, mostanában divat lett, hogy felvétel előtt lecsekkolják a női főnökök, hogy hogy nézel ki, milyen a magánéleted, mit posztolsz a közösségi oldalra, kik a követőid, és gyakorlatilag, ha te csinosabb vagy dekoratívabb vagy, akkor az veszett fejszennyele, ha a női főnök van, nem vesznek föl téged. Egy picit akkor a női főnökök védelmében, illetve maga a főnökség védelmében, hogy a jelentkezőnek a social media oldalainak a megnézése, az most már nem csak a női főnököké, az szinte mindenki azt csinálja. Megnézik. Azt ránéznek, igen, hogy te ki vagy valójában, igen. Mit mondasz magadról, ott mit mutatsz magadról, tehát ez nem csak a női főnökök, de abban lehet, hogy igazatok van, vagy a levélírónak is, hogy egy picit ők ezt más szemben igen, is tehát nézik. Egy pasinál nem tudom elképzelni, ha látod te az alkalmazottnál a pasinál, a gyúr, nem tudom, falat mászik, sziklát mászik, egyébként maratonizik, és ott ül egy önmagával. És ott ül egy magával rendben lévő 50-es felsővezető, vagy tulajdonos, vagy bárki, akkor az kirakja azt a 33 éves csávót, mert egyébként jó felsőteste van, jól néz ki, meg látott, hogy mit tudom én, az extrém sport hobbija. Tehát ez valóban azért ez a fajta rivalizálás, vagy ez a fajta ilyen ostoba, kicsit ilyen fura nőies viselkedés, azért ez tipi, ahogy a pasiknak is megvan a hülye viselkedésük, tehát hogy a pasik meg máson küzdenek, meg tök egóból nyomják sokszor ők is, de ez egy ilyen nagyon csajos tipikus dolog, hogy csinos is, jól nézel is ki, fiatalabb is vagy, gyere ide, nem kell ezt te itt azt, hogy itt felkavard az állóvizet, nem? Tehát ez egy tipikus női viselkedés. Hát ez azon női főnököknek lehet szerintem a jellemzője, akik önmagukkal sincsenek tisztában, tudod? Tehát ha te szakmailag azért vagy ott, mert tényleg odavaló vagy, akkor tök mindegy, hogy hogy néz ki a másik. De egyébként érdekes, hogyha megnézitek az utcán, például mindig az a legnagyobb konflikt, ha két nő nézi meg egymást. Ugye? Tehát igen. Ott vannak a perzselő tekintetek, és ez igaz, hogy egy jól öltözött férfit, egy kevéssé jól öltözött férfi sose néz meg úgy. Nem. Két csaj, ott is szikráznak a szemek, ott villámlik a tekintet. De ugyanakkor meg, hogyha belegondolok, mennyire nonsens már, hogy mert ez egyfajta diszkrimináció, de hogy valakit azért diszkrimináljanak, mert hogy jól néz ki. Igen. Hát ő nem jó főnök. Aki így dönt, az nem jó főnök. Tehát, hogy túl jól néz ki, túl csinos, nehogy ebből baj legyen. Ismerjük Sanyit, Tibit és Zoli. Igen, tudjátok, az összesen rárepülnek. Igen, igen. Miért van szó sölöm, miért nem titkos a profi a béna, ezért nem vették föl. Igen. Mi van akkor, szimplán alkalmatlan volt? Nem, most nem ezt kell meghallani, hogy ő valamire fogja és alkalmatlan volt, ez inkább egy jelenség, amit leír a hallgató, hogy igen, gyerekek, ez egy tendencia, hogy a nők azok sokszor kicsinálják a csajokat, vagy ellehetetlenítik, vagy nem veszik föl. Maldívan, ilyen fürdőruhába, és még jól is áll rajtad, na ezt igen. De mit tudsz csinálni? Hát semmit, valójában az ő kezébe vagy, nem? És nyilván meg tudja magyarázni, hogy miért nem vett föl. Az egy jó felvetés, hogy nincs kép a levélíróról, könnyebb lenne eldönteni a témát, ugye? Nem. Kedves Kata, ne fogd erre, higgyél nekünk, férfiak vagyunk, nem ezért nem vettünk. semmi baj, nincs, azok a főnök azt, hogy nem rivalizál veled. Nyugodj meg. Igen, hát ez nehéz helyzet, de valószínűleg a női főnökök úgyis meg tudják keseríteni az életedet, hogy ott vagy már, mint felvett nő, és féltékenyek, vagy irigyek, vagy egyszerűen csak nem bírják elviselni, és el lehet itt lenni ennek, ahol tudnak. Tehát ez így, abban a szempontból ez a téma úgyis érdekes, hogy nem csak a felvételen vágnak el, hanem mondjuk a női főnök hogyan keseríti meg a nők életét akár egy munkahelyen. Nem? Ahol már mondjuk van több női alkalmazott. Biztos, hogy nagyon sok ilyen van. Mennünk is kell. És full. Gyerekek, 28, mennünk kell. Pici beszéd, sok reklám. 52-kor itt vagyunk. Írjatok. Járjátok. Valamiből élnünk. Jövünk mindjárt, írjatok, ha van tapasztalat. 90 pontosan.
3.9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt, kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy, ja, előtte gyorsan időjárásunk, Ferenc. Hát, ahogy nézem. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Csinálni kéne egyszerűen olyan adást egyébként, ahol mindent eladunk. A téma felvezetést, a nem tudom, mit mondtad. A hallgatót a vonalban a Matáv. A Feri Janira nézését az optika. Jani hangulatba jövését egy meleg kardigán. A Fruit of the Loom tába. És mi, minden. És most elmegy. És most reklám. Balázs verbalitását a Negró támogatta, hogy folyékonyan tudjon beszélni. Tehát, és mi nem tudok megszólalni. Spot, reklám, promó, érted? Semmi. Balázs reggeliét a Magyar Tyúkter termelők szövetséget. Ne arulj, gyerek, most ezzel elbeszéltük az időt, úgyhogy el kell mennünk reklámra. Bocsi. tényleg csűrű egy kicsit. Na, szóval egy hallgatói levél, és ez azért jó, mert egy csomó olyan témaötletet tudtok beküldeni nekünk, ami egyébként nem biztos, hogy eszünkbe jut, vagy nem biztos, hogy megtaláljuk a neten. Ez balázsi@radio1.hu. Ide nyugodtan minden. Nyilván nem az, hogy elfogyott a lipótinál a vajazsemle, tehát nem erre gondolunk, de amikor történik veletek valami, vagy úgy érzitek, hogy abból lehetne jó témát csinálni, vagy foglalkozzunk vele, küldjetek el nyugodtan. Ugye a múltkor az üzemorvosi vizsgálatokról beszélgettünk, és őket inzultáló orvosokról, vetköztető női és férfi üzemorvosokról, fogdosó üzemorvosokról, most pedig ugye a női alkalmazott, női főnök, rivalizálás, női felsővezetők, egyáltalán hogy viszonyulnak a fiatal csinos nőkhöz, és tényleg hátrány lehet-e, hogy fiatal vagy csinos vagy, két nyelven beszélsz, és mondjuk a nő a főnök, akkor vagy nem vesznek föl, vagy romá, vagy szivatva, akár az állami szféra, vagy a magánszféra, tehát mindegy is, de hogy tényleg tendencia. Ugye egy hallgatói levélről beszélgetünk, ahol leírta, hogy a második munkájára nem veszik föl, mert hogy a női főnök csekkolja az Insta oldalát, féltékenynek, vagy féltékeny, jól néz ki, csinos, és valamilyen bokkal egyszerűen elutasítják. És hogy nehéz tényleg a fiatal nőknek állást találni. Egy hatalmas, több ezeres nőkkel tömött irodában dolgozom, egy túl jól kinéző csinos nő gyakran kevesebbet dolgozik, és nem igazán jó csapatjátékos. Többet foglalkozik magával, mint a más a munkával. Írja egyébként egy nő. Na, erről beszéltem a téma elején, hogy azért csajnak válja ki a szemét. Igen, nekem a feleségem az állami szférában dolgozik, 3 női főnöke van, nem csak a piaci szférában szerintem, de ez mindenhol így van. Elképesztő veszélyfutás a szép, fiatal, okos és a munka elején boldog nők helyzete az olyan női főnökökkel, akik elváltak és egyedül nevelik a gyermekeiket. A feleségem főnökének az okoz kiélőgést, hogyha a munka elején a boldog beosztottakat a munka végeztével kísért szemekkel látja távozni. Ez ilyen kemény, nem? Ez nagyon. Féltékeny a magánéletre, a szerelemre, mindenre, igen. Itt van egy hallgatónk, Zsuzsi, hello, jó reggel, ciao. Nyasztok, hello! Szia, ciao! Te szia. Fotósként dolgozol, vagy dolgoztál? Igen, 12 éve dolgozok fotósként, főleg esküvőket, meg amúgy ilyen női témában, tehát én nagyon szeretem az ilyen csajos fotókat, de hogy úgy lettem fotós, hogy amúgy engem nagyon sokat fotóztak, tehát mondhatom, hogy dekoratív nő vagyok. És hát van egy fotós oldalam, meg van egy privát Facebook oldalam, és az egyik leleményes mennyasszony úgy döntött, hogy megkeresi a Facebook oldalamat, a simát. És hát rám írt, nem is felhívott, mert úgy volt, hogy szerződünk, tehát úgy volt, hogy minden oké, én leszek a fotósuk, és akkor egyszer csak a mennyasszony rám írt, hogy hát megnézte a Facebook oldalamat, és hogy ő nem szeretné, hogy egy dekoratív hölgy legyen a fotósa. Ne csináld! Egy esküvői fotóra megfurt a mennyasszony. Hát szem, hogy mi gondolj bele, hogy gondolj bele, hogy egész nap ott vagyok vele. Tehát én azért ott vagyok végig ott mellettük. És hogy ő ezt nem szeretné. Ne őt nézzék, hanem engem. Na, ezért mondtam, hogy itt komoly önértékelés is. Értem, most értettem meg. Jó, várja, igen, akkor én félreértettem, hogy én ez azt hiszem, hogy csak a vőlegényre irányul, de nem. Tehát, hogy ne legyél jobban csillogó, szebb, dekoratívabb, mint ő. Tehát, hogy a többi vendég sem veled foglalkozzon. Aha. Igen, hát az esküvőre nem úgy megyek fotózni, mondjuk, hogy fenn van rólam egy szép kép, amit annó csináltak rólam, szép ruhába, szép sminkbe, hanem kis szolidan, de hogy ő ezt úgy nem értette meg, hogy én nem fogok ott esti ruhába villegni mellette. Persze, nehogy már mondják a részek haverjai a vőlegények, hogy miért nem a fotós veszed el bele. Igen. Mennyivel egy, jó, de egyben van. Ez kemény. Ilyen témában is simán a női féltékenység meg. Hát ugye az ő napja, ő akar ott csillogni, ő a mennyasszony. Végül is érted, nem reagáltam neki csúnyán, tehát megértem, hogy megértettem, sajnálom, oké, tehát erre mit lehet írni? Igen. És sokszor van ilyen, hogy megfúrnak a csajok?
Hát, figyú, nem, azért nem, azért nem. Szerintem azért általában így a képeim miatt azt értékelik, de azért volt már ilyen szituáció, hogy úgy nem olyan kedvesen néztek rám a hölgyek, de hát mondom, azért próbálok tényleg visszafogottan menni egy ilyen eseményre, de úgy látszik, hogy mégiscsak valami. Igen, nem, de az mondjuk, ez az eset azért nekem kicsit elfogadhatóbb, érted? Az esküvő az ő napja, mégis ő dönt, de amikor egy cégnél a szakmai életedet semmibe véve azért nem neveznek ki, azért nem vesznek föl, mert szép vagy, na az az igazi gáz. Itt azért ez valahol elfogadható, nem? Egy picit így megrántod a vállad, azt mondod, az hogy oké, okay, mégis igen, az de hogy a női féltékenységet, vagy a női attitűdöt azért az jól mutatja, hogy a nő a nővel azért igen, azért rivalizálni. Igen, igen. Zsuzsi, köszi, puszi, köszönjük. Köszi, szia. Sziasztok, hello. Többen kezdik. Mit mondtál, milyen Zsuzsi? Igen. Rákeresnék. Igen. A főnök köszönje azt, hogy most ilyen kérdezett, hogy nem vesz fel nála szebb nőt. Ő is egy modell, akkor így gondolhatjátok, hogy milyen orkok között dolgozom. Igen. Pasi vagyok, kövér vagyok, csúlya vagyok, bárhova felvesznek, nyugodjatok meg is, csak küldtem nekünk. Igen. Igen. Egyik ilyen legkedvencem kolléganőm nálam 2 éve fiatalabb, 23, amikor időkerült, állandóan fúrták a kiégett magával elégedetlen 50-es csatakancák. Csatakanca, milyen megszólalás, igen. Azt mondja, hogy főnök azt mondja, olyan féltékeny ám, hogy nem beszélhetek a kollégákkal, figyeli, hogy mennyi ideig vagyok a WC-n, majd meg is kérdezi, hogy beszélgettem-e valakivel, vagy WC-ztem. Egyszer már kirúgott, de visszavettek a jó munkám miatt. Pénteken elém állt, hogyha bárkihez hozzászólok, újra kirúgat. Micsoda presszió. El is mondta, hogy zavarja azt, hogy a kollégák inkább velem akarnak beszélni, nem vele, hogy fiatal vagyok, szép vagyok, és még előttem az élet. Ő 40, én 25. Tehát nem is arról van szó, hogy egy megkeseredett 60-as, nem, vagy egy 50-es, hanem egy 40-es, aki azért rosszabb főnök. Aki azért meg egy tök jó korban van, nem, tehát semmi baj. Nem, ahelyett, hogy ő nyitna a kollégái felé, és esetleg ő is beszélgetne velük, ahelyett mit csinálsz? Megfenyegeted azt, aki jó fej. Igen. Szuper. Mikor a jelenlegi munkájára mentem interjúzni, ott dolgozó ismerősén felhívták a figyelmem, hogy még csak véletlenül se látszódjon, hogy edzeni járok, mert az interjúztató hölgy, aki elég elhízott, pofára megy, ugyanis a férje itt dolgozik, aki szintén jár edzeni, és brutál féltékeny mindenkire. Öltözföl, takart el magad a hasájékon. Egy párnát tegyél be, igen, előre legyen, és hátúra is. Legyen nagyon kövér, ronda, legyen zsíros a hajad, mert nem fognak felvenni. Nem mosakodj egy hét így. Mi a helyzet, Anna? Nekem 2 sztorim van, egy saját, meg egy baráti körből lévő. A saját az annak idején, mert hogy én is voltam ugye 20 éves, behozta az egyik főnököm a esti ruhákat. Nagyon sokat járt ilyen partikra, és mindenki vehetett belőle, amelyik ruha jó valakire. És az egyik állati jól állt rajtam, fölvettem, és mondta, hogy most jut eszébe, hogy ez egy nagyon kedves emlék neki ez a ruha, ezt nem tudja odaadni. Onnantól kezdve, ahogy meglátta, hogy áll rajtam a ruha, büntetve voltam. Tehát, hogy végig ott tett talán, ahol tudom. De miért hozta be a ruhákat? Hogy mert neki nagyon sok van, ő nagyon sokat járt partikra, meg egy olyan helyzetbe mozgott a hölgy, és kétszer ugyanazt a ruhát nehéz fölvenni. Ezek ilyen kis koktél ruhák voltak. Tehát, hogy hozott is valamit, meg nem is. Igen, és az egyiket meglátta rajtam, és akkor mondta, hogy jaj, ne haragudj, ez pont, jaj, ez bekerült valahogy a zsákba, ezt nem tudom odaadni, mert ez olyan emléket kötnek. Ne? És ugye látta, hogy hogy áll rajtam felveszem az a ruha. Azt se sajnos, ez is tetszik. Jaj, ez maradhat. És onnantól kezdve igen, szarfej volt velem. A másik, meg baráti körből történt, ott pedig nagyon sokat utazott a hölgy, nagyon jól ellátta a feladatkörét, tehát ez fontos, hogy a rendes éves szabadságait vette ki, egy egyedülálló csaj, és látta a posztjait a főnöke, egy hölgy, hogy ugye itt van, ott van, csinos, tengerparti fotók, egyebek, erre költötte a keresetét, és kirúgták. De mondva ilyen csinál dologgal, igen, mert már nem tudta lenyelni azt, hogy ő ugye férnél van, gyerekei vannak, más problémái vannak, hogy van egy fiatal csaj, és teljesen megállta a helyét a poszton, és igazából hát nem lett így kimondva, de a dologba az volt, hogy a közösségi médiában a posztjai miatt hát kirúgták emiatt, mert nem volt jó asszonykának látni. Nem, ezt az ilyen. Így van, egyébként nagyon meg kell gondolni, hogy mit posztolsz. Igen, 31 évesen munkát keresett egy barátnőm, valóban utána jártak mindennek a Facebookon keresztül, mint levették a konzekvenciát az oldalról, egy csinos nőről egyébként. Látták, hogy van párja, amire azt mondták neki, hogy úgy érezzük, 1-2 éve belül gyereket vállalsz, úgy érezzük. Ezt így nem tudjuk vállalni.
Nagyon sajnáljuk. Ugye, hát ez is ez egy másik téma ugyan, de valóban így van, hogy fiatal nő, az jobban örülnek a gyerekes nőnek, mert az már nem megy elszűnni. Mint hogy valakibe investálnak egy-két évet, és aztán lelépés még fizetni is kell, amíg otthon van. Az a legrosszabb. Még az is megvan, hogy a kiskorú a gyereked, ő ugye sűrűbben beteg, igen. Akkor se vagy föl lehet. Igen. Más 18 kicsit, igen, de... akkor ebben. Kiszámoltuk az évig zárásnál, lesz körülbelül petejérése, de ez azt jelenti, hogy ez sajnos már nekünk nem jó, mert hogy akkor valószínűleg lesz gond otthon, és akkor arra 9 hónapra kiszámoltuk, az is egy nagyon fontos időszak számunkra. Igen, akkor le kell adnunk ugye a bérszámfejt. Nem, akkor nem, köszönjük szépen, nem. De milyen ez már basszus? Hát ez pedig ilyen. Mi úgy érezzük, hogy neked néhány éven belül gyereked lesz. Mert igen. Itt négyen is mondták, hogy egyébként ők benne lennek. Igen, hát az drága a cégnek, az nem jó. Igen, négyen is mondták a karácsonyi partin, hogy iszol még egy bólét, akkor nagyon elkapnak. Igen. Vezetőként dolgozom vendéglátásban, minden jelentkezőt leellenőrzök én is egyébként Facebookon, Instán. Bizony befolyásoló tényező lehet, hogy olyat látok, ami nem tetszik, még ez Robi írta. De ez oké, ezzel még így ebben a értelemben nincs is baj. Én is úgy álltam, hiába van szakképesítésem, szakmai tapasztalatom, a korom miatt nem vettek föl, ez női vezetők miatt történt, 25 éves vagyok. Ez akkor ez tényleg tendencia, gyerekek. Női főnök és férfi alkalmazott között is lehet gond, engem például el akart nyomni, mert konkurenciát látott bennem. Hogy ne csak a nőkről legyen szó, nekem a volt főnököm meleg, és együtt interjúztattunk, volt egy szuperokos csávó, aki szintén meleg volt, ő pedig mondta, hogy nem őt akarja felvenni, mert nem akarja, hogy legyen nála cuki pasi a csapatban. Igen, így már amúgy is egy teljesen női csapatban jött egy nő, aki hát finoman szóval sem értett a munkájához sajnos, szóval ilyen is van. Ez a cuki meleg, aki nem akarja, hogy legyen egy másik cuki. Én akarok itt lenni a legcukibb, ezt értsétek meg, ugye? Meg tudjátok érteni. Ugye, köszönöm. Igen. Egy gyönyörű barátom jómódban élő állami cégnél dolgozott, az évvégi jutalomosztásnál megdöbbenve látta, hogy ő nem kapott plusz juttatást. Mindenki más igen, rákérdezett a főnöktől, hogy ez hogy lehet, gond van talán a munkájával, azt a választ kapta, hogy nincs rá szüksége, szép jómódú, inkább odaadják az egyedülálló anyukáknak. Nem, te hogy milyen világ ez, hogy jól nézek ki, tehetséges vagyok, jó fej, megvannak a képesítéseim is, és ráadásul jó is nézek ki, hát nincs elég bajom. Igen. Nem? Persze. Totál nonsz ez az egész. Hú, bárcsak azért nem vennének föl, mert jól nézek ki, írja valaki. Ugye mindenki másképp nézi ezt a témát. Igen. Az én főnök azt mondjam, azért rugatott ki, mert 3 gyerekes boldog anyukó vagyok, ő meg iszonyatosan féltékeny. Igen, aztán lehet, hogy a fele ezeknek már csak magyarázat, tehát hogy nem ez volt az igazi probléma, most nem a te esetedről beszélek, de ugye egy kirúgás az mindig fájdalmas dolog, ilyenkor hajlamos vagy picit úgy nézni, hogy na biztos azért rúgtak ki, mert hogy én szép vagyok, igen. Érted? Nem azért, mert rosszul dolgoztam. Na de én például mivel védekezni? Engem soha nem diszkrimináció, amiért, hogy szép vagyok. Ja, egyébként ez megérne egy témát, hogy a munkai felvételnél csekkolják az Insta meg a Facebook oldaladat. Ez is egy izgalmas dolog, hogy te mondjuk bemész egy interjúra, most ez tök mindegy, hogy nő vagy férfi, és azt mondják, hogy János maga tökéletesen alkalmas erre a feladatra, viszont megnéztük az Insta oldalát, és ott maga, mit tudom én, vállalhatatlan képeket tett föl. Most igen. Ez nem igaz nyilván, de hogy valaki nagyon sok buliról posztol, ugye, ahol olyan képek vannak, hogy ő láthatólag ittas, akkor van olyan cég, aki emiatt mondjuk nem vesz föl. És te hiány is, te bizonyogatod, hogy de kérem, ez a buli, amit maguk láttak, ez egy 2 évvel ezelőtti születésnapon volt, jól éreztük magunkat. Én egyébként nem iszom, és rendesen végzem a munkámat. Igen. Ez aha. Is egy érdekes még szerintem, ha még bulizol, az nem biztos, hogy rossz, nem? Hanem, hogyha még olyat látnak. Tehát azért az Insta profilod alapján van egy képen. Feszítesz, tahó vagy, kiírsz valamit, mi hazánkozol, hát mit tudom, én nem tudom. Tehát, hogy... Érted? Hát, kicsit bettek, rá, aztán, de nem tudom. Hát, csak ilyen a válasz, hogy a torosztaitól nem sugom. Mindjárt kapunk egy választ. Nem, most csak mondom. Tehát, hogy azért az egy tényleg egy nem profil. Nem volt elég az a ria. Most még ez is. Még Sebestyén is. Mit tudom, én érted? Tehát, hogy azért arról van egy kép ott, igen. Még a bulival nincs, ha már közben sugárba okádva hánysz versenyt a haveroddal, az már igen. Igen, viszont, de igen, az egy kép rólad. Hát valójában tényleg az vagy. Amit oda posztolsz, amit gondolsz, amilyen gondolatiságot ott megjelenítesz, az vagy, nem? Ha nem nyilvános, akkor viszont azt mondja, valamit rejteget. Ja, hogyha nem nyilvános mert, a persze, profil. Mert van profilod, van Instád is, meg van Facebookod is, de nem nyilvános. Aha. Felmennek, megkeresik, stb. És azt látják, hogy zárt az. Akkor vajon mit takargat ez az ember igen. Előttünk? Igen, ebben az az érdekes, hogy azért ez is mekkora áldás megálltok, hogy szép vagy csinos vagy.
Ugye? Tehát egyrészt mindig azt mondja, hogy na, mi neked, mi bajod van, szép vagy, csinos vagy. Ja nem, nem, mesélj. Jó a lábad, ilyen yes, szoknyában jársz, mondjad, Bari. Jó a szájfénajtod, mondjad, Bari. Ez az élet, így. Nem, közben meg a nő-női rivalizálás, ez egy ilyen elcseszett dolog. Hogy... Szerintem a férfiaknál is van, csak máshogy, vagy másképpen, nem? Ott nem ilyen típusú féltékenységek, vagy rivalizálások vannak. De ugye egy férfi ego az ugyanúgy benne van egy munkahelyben, csak szerintem másképpen. Hát, de ez már a nő... máshogy. Nagyon máshogy, igen. Máshogy, igen, ez, igen. Hogy jobban néz ki lálad egy férfi, szerintem ez általában nem szokott kizárók lenni. Mondjuk egy ilyen munkaerőfelvételnél. Tehát rád nézek, és azt mondják, hogy minden képesítése megvan, egyébként jó fejnek is tűnik, de milyen jól néz ki. Ezt egy férfi nem fogja kizáróként szerintem felhozni a másikkal szemben. Abszolút, más, ott más a rivalizálás. Maximum, hogy a cukisegi faktor is. Hát a cukisegi faktor az igen. Na jó van, gyerekek, igen, azt írva, aki inkább örül, hogy nem vesznek föl, ha gondolja arra, hogy milyen légkörbe mennél. Igen. Jól van, oké, hát csajok ügyesen. Mi jövünk, mindjárt visszamennünk kell. És a Petit hívjuk, Kabát Petit, ugye a tegnapi boxmeccse után. Sokat beszéltünk már róla, nem akarjuk ismételni, nagyon hősiesen küzdött, nagyon jó bunyó volt. Jenővel is megvan beszélve egy rövid interjú, és hát Petit is megkérdezzük egyrészt, hogy hogy van kettő, hogy mire emlékszik ebből az ember, egyáltalán mi maradt meg neki. Ugye a második menetben, talán vagy a harmadik menetben, már nem is tudom, KO-val kikapott, de egy kis sérülés után, gyerekek, nagyon hősiesen, nagyon bátran küzdött, úgyhogy hosszú heteket kellett neki a keze miatt kihagyni, úgyhogy Petike drága, egyáltalán nem való szégyen, tényleg. Sokat szívjuk a vérét, nagyon kedveljük, nagyon hősies volt, és nagyon bátran. Persze, mozgott, az a taktika része volt, nem menekült, választotta a Jenőt, de hát aztán a második menetben beleszaladt egy ütésbe. Ott azért megfagyott a hangulat, megállt mindenki, néma csendben állt ott 1500 ember. Kemény jelenet volt, az biztos. Igen, azért az egy ijesztő 1-2 perc volt, de hál' Isten jól van, ugye elvitték CT-re, minden oké, úgyhogy felhívjuk meg. Nem mindenre emlékszik, ezért még egyelőre kétkedéssel fogadja, amit az ápolók mondtad, hogy évekig a Fradiban játszott, de már kezdi elvinni. Igen, úgyhogy... Hát még ma egy kicsit a boxsal foglalkozunk, hívjuk Jenőt és Kabát Petit rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Sziasztok! Hello, gyerekek! Drága hallgatók, itt vagyunk. Jaj, de rendesek vagytok. Srácok, azt akartam tőletek kérdezni, hogy nem tudtok esetleg valakit, aki Kőszeg környékén a nagy mennyiség zöld hulladékot elszállítana? Nem? Hát mindegy, ez van. Csináljuk azt, hogy írsz egy listát hétfőn több péntekig, és pénteken beolvassuk. Jó, hogy jövő hétfőn, nem. Amire szükségünk, hogy hétfőre legyen itt. Hétfőre a lombszállítás, a lombvágó, a mágdaráló. Össze hétfőn megmondott, csütörtök, létszám, pénteken lesz. Ez itt a Jani percei. Igen, kellene egy mágdaráló, egy ágdaráló, egy lombfú, egy lombszívó. Nem, az mindenki mágdaráló kértette. 6 tonna itongtégla, 6 km üveggyapot, 4 tonna vas. Tehát add le a rendelést. Mi kell még? Jó. Írjuk össze. Most ebben a pillanatban. 23 darab zöld tulambékos zsák, egy kukásautó, kell rendelj meg két konténert. Két megbízható kőműves, három segédmunkás, akik nem isznak munkaidőben. Így van, egy pici sithordás, egy pici földmunka, egy targonca. Egy billencses, kettő darab, két köbméter sóder, három köbméter murva. Hadd ne, teljesen. Hozzád van. És 8-8-kor ránézünk a webkamerára, hogy ott van-e már. És egy nagyon helyes asszisztens, akinek esetleg más is belefér. Koordinálja a munkát és egyebet. Jaj, gyerekek, így is van. Na, azt mondja, Dunaharaszti elesett, M0-ás soroksári bevezető után kamion busszal ötközött, gyerekek, ott az van. Hatalmas a torlódás, van Dunaharaszti is valószínűleg, amiatt esettel, mert nehéz feljutni ott a nullásra. M1 Biatorbárnál Pesti részénél szintén van egy baleset. Úgyhogy tele vagyunk. Igen, tegnap mindenféle szakadó esőben, gyakorlatilag sötétben, már ilyen, mit tudom én, 8 óra magasságában jöttünk hazafelé az M1-esen, és megint beleszaladtam abba a jelenségbe, amit soha, és tudom, hogy beszéltünk vele, de soha nem fogod megérteni, előző kamion. Tehát ki van rakva, tehát egy eleve volt valamilyen baleset, ami miatt torlódás volt, 90 km/h vissza volt lassítva, volt egy ilyen furgon is, ami ment a vészleállósában, jelezte 90 km/h sebességre, vissza kellett lassulni a mindegyik sávnak. Sötét van, szakad az eső. Kamionos, kiteszi az indexet. És már megy is. És előz. És egyel előzött, gondolom, 5 kilométeren keresztül. Hát utána konkrétan ez történt, hogy 5 kilométeren keresztül próbálta megelőzni azt a 3 személyet, ott meg 2 kollégát, akik előtte voltak, és így
hogy ez, tehát hogy mennyivel van előrébb? És sokkal nem, de aztán közben egy kicsit mégis, ez ilyen csalóka. Szakadó esőben, éjszaka, hogy sebességkorlátozás van. Igen. Nem tudom, és mész utána, és várod, hogy végre végezzen az előzés. És akkor meg az, hogy a másik, ami kicsit presztízsel, és begyorsít, és ő is fölgyorsít 82-re. Persze. És egy 6 kilométert elmennek így párhuzamosan. Te pedig már ott vagy, hogy a kettő között átmész, két kerékre állva. Csak valami legyen, mert megőrülsz. Igen. Akkor persze tudod gyorsítani, amikor átintegettem a középsúlyamat. És ez nem akkor volt. Ez Spielberg film lett belőle. Ezt egyszer eljátszottuk már, és hazáig követett majdnem. Azt mesélted. Az nagyon igen. Durva, az nagyon durva. Az egyszer ott... kiúzod a gyufát. Nem, azóta a hónom alatt van a kezem. Nem integetünk. Rájutsz az anyósülésem. Na gyerekek, hívjuk akkor Petit. Petit először, ugye a tegnapi bunyóval foglalkozunk. Petit felhívjuk, már fölébredt, jól van, ugye kidőlt, hogy CT vizsgálaton volt, tegnap brutálisan kiütötték, de tették mindezt úgy, hogy nagyon bátran bunyózott, elképesztően ment előre, volt egy késsérülése is, ugye, igen. Ami azért őt hátráltatta, nem kifogás, útörés. Így van, tehát hogy a műteni is kellett volna a kezét, csak ugye elhalasztották a műtétet, és ez egyáltalán nem kifogás, de hogy ennek ellenére, amikor rendbe jött a keze, akkor viszont nagyon készült, nagyon ment, és tegnap is nagyon taktikusan, nagyon bátran bunyózott. Én szerintem nem futott, nem menekült, ez a taktika része volt, nem. Hogy menjen a Jenő, kifárasztja egy kicsit, elmozogja, és majd vissza-vissza támadjon, ami egyébként szépen is alakult, és szépen ment, mert hogy azért a Jenő is kapott, és aztán a második menetben történt egy egészen megrázó dolog, ahol ilyen 1000-1500 ember, és hát nyilván mindenki a tévé előtt így lélegzett visszafolytva áldogált, üldögélt, hogy na most mi van, mert hogy Peti úgy esett össze, hogy a lába is így maga alá hajlott, és látszott, hogy teljesen, tehát mint egy ilyen ronybábú tehetetlenül összezuhant. De a meccs az egyik legheroikusabb jelenete, ez közvetlen ezelőtt a leütés előtt volt, mégpedig az, hogy ugye a Jenő megfogta a Petit, akkor ott állva rá is számoltak, és azután pont nem az történt, amire mindenki számított, hogy akkor Jenő lerohanja majd a Petit, ki, és kihasználja ezt a helyzetet, és akkor le is üti, hanem na, ott mutatta, ment előre, mint a gép. Tehát, hogy a rászámolás után Peti így volt. Peti annyira felszívta magát. Szívvel, nagyon nagy szívvel. Tehát óriási szívvel van, és néhány hét múlva már Szilárdot is evett. Igen. Nagyon bátran, nagyon ment előre. Hát a kiütés az ahogy összecsuklott ott, így a fogvédő így lógott ki a szájából az egész. Hát meg ez a hármat csuklott a lába, ez volt a drámai benne. Tudod, hogy ilyen a box, tudod, hogy benne van, de mégis ott mindenki a helyszínen is tényleg lélegzett visszafolytva. Vártuk, hogy fölüljön, hogy megmozduljon, hogy megmozdítsa a lábát, ugye a berohant, őt aztán ott zokogva kivitték a teremből, úgyhogy tényleg nagyon kemény volt. Nyilván tudjuk, benne van kemény férfi a sport, de le a kalappal. Gyerekek, ezért mondjuk, hogy ott mindenki előtt le a kalappal. Aki oda beáll, ilyen stenke, ilyen adrenalina, oda beállni, felvenni, ha lány, ha fiú, ha rosszul bunyózik, ha nem bunyózik jól, akkor is odaálltak, végigedzették a dolgot, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon le a kalappal mindenki előtt. Na, itt van velünk Kabát Peti. Hello, Peti, jó reggel! Peti! Ciao. Jó hello. Reggelt! Jó reggelt! Sziasztok. Hello! Sziasztok. Ciao. Ciao. Hello! Hello, hello! Szia! Na, hát a legfontosabb... Balázs Feri, Jani, ha nem emlékezném. Hogy vagy, Peti? Hogy vagy? Mi újság? Ennek egyébként örülök. Ennek örülök, amikor pénteken beszéltük, és akkor mondtátok, hogy... Vagy hát a Jani mondta, hogy pépeset fogok enni, meg szívószállal, úgyhogy hála Istennek, a fejemnek, meg így az egész testemnek semmi baja, úgyhogy képbe vagyok, jól vagyok, köszönöm, voltam egyből, a meccs után bevittek, megnézték CT-n a fejemet, minden rendben van, negatív, úgyhogy haza is küldtek, úgyhogy semmi bajom nem nincsen. Nem mondanám azt, hogy életem legjobb és legnyugodtabb éjszakája volt, neki semmit nem aludtam, egy órát tudtam aludni, forgolódtam, nagyon-nagyon sokan írtak, tehát nem is tudom kb. Megnyitni, mert annyian írtak, itt felrobbant a telefonom, de majd szépen mindenkinek majd megpróbálok válaszolni, így lassacskán, de a lényeg az, hogy jól vagyok, és minden rendben. Mennyire emlékszik az ember egyáltalán a bevonulásból? Tehát arra akarok gondolni, hogy milyen állapot vagy, azt, hogy látjuk, hogy borzasztó nagy az adrenalin, voltam benne nálad az öltözőben, nagyon helyes voltál, nagyon izgultál, röhögtünk, de nyilván van egy meccsdug, teljesen jogosan. Amikor ott jössz be, és felállsz arra a dobogóra, és bemész a ringbe, ott emlékszel mindenre, vagy csak ilyen foltok maradnak meg, mert annyi adrenalin van az ember fejében, hogy nem is teljesen tiszta minden, ami ott történik. Hát, megmondom őszintén, hogy azért én fotiztam 32 évet, tehát úgy nagyjából megvan ez a meccsruk, ez a lámpaláz, viszont ez teljesen más volt. Amikor benn voltunk az öltözőbe a golyóval, beszéltük, elmondta a taktikát, minden, néztem rá, meg is értettem, amit mond, de olyan volt, mint hogyha nem ott lennék.
nem ott lennék az öltözőbe. És amikor így elkezdtünk menni ki a folyosóra, amikor elkezdődött a zene, és kimentem, és megláttam az embereket, és oda felálltam a színpadra, ott olyan volt, én nem tudom elmondani, olyan volt, mint hogyha álmodtam volna. Mindenki ott volt, a családom, a barátaim, szurkolók, és amikor bementem a ringbe, és ez a gong szó megszólalt, és mondta a bíró, hogy mert, az olyan volt, mint hogyha nem élettem volna a ringbe. Én még ilyet nem éreztem, nem tudom elmondani, aki még nem boxolt, meg nem volt ringbe, én ezt már többször is elmondtam, ez egy teljesen más helyzet. Ez nem egy csapatsportág, ez nem a foci, hanem itt a ringbe vagy egyedül meg kell küzdened egy másikkal, és láttam, hogy a Jenő jön, fel is készültünk, tudtuk, hogy jönni fog az elején, tudtuk, hogy rám fog jönni, úgyhogy, de az egész olyan hamar, olyan gyorsan leperget, és egyszerűen nem tudok, vissza kell néznem, felvettem egyébként, még nem néztem meg, de vissza fogom nézni, hogy mi is történt pontosan. Mindenre úgy emlékszem, ott a leütésnél abba a pár másodpercet, 10 vagy 20 másodperc, az nincsen meg, de ahogy ott voltak az orvosok, az szegény Adri ott volt, tehát ott volt mindenki, azokra már mindenre emlékszek, úgyhogy én abszolút képbe vagyok, és ami a legkeményebb, hogy nem a fejem fáj, nincs rajtam semmi monokli, nem fáj a kezem, tehát annyira jól összefort, és tényleg egyszerűen a kezem, hanem a lábam fáj. Ne csinálj, mert ahogy összecsuklottál, hát figyelj, az egész szemegdöbbentő volt, hogy összeestél rá a lábadra. A jobb lábam, igen. Az magad alá fordult, vagy így, hát így ráültél. Igen, ahogy ráültem, és a jobb lábam a térdem mögött, az a puha rész, az nagyon fáj, úgyhogy el fogok menni, most megint mehetek az orvoshoz, úgyhogy megnézhetem a lábamat, most nem a kezemet, hanem a lábamat. Mert ez azért van, mert mester mindig mondta, hogy ne alibizd el a nyújtást. Hát itt arra szükség lett fölne, igen. A taktika az volt, hogy jöjjön a Jenő, fáradjon ki, nem? És akkor te majd így megindulsz egy ilyen kontrával. Tehát, hogy nem menekültél, csak ez egy bevett taktika volt, hogy kicsit kifárazd. Megküldtem, hát képzeljétek el, hogyha csak állok. Hát akkor szétütött volna szerintem 10 másodperc alatt. Nem, lábon akartam. Én még azt mondom, hogy a másodikba, első menet végén akkor mondta a golyó, hogy próbáljak jobb horgokat. Ott a második elején még be is találtam, láttam, hogy nagyon meglepődött. Tehát ott voltak találataim, ott láttam, hogy nagyon meglepődött. Sajnos belefutottam egy egyenesbe, ami a vége lett egyből a meccsnek. Én azt mondom, hogy persze ő régebb óta, ezt el is mondtam, régebb óta űzi ezt a sportot, sokkal technikásabb, pontosabban üt. Én 5 hónap alatt megtettem mindent, sajnos az utolsó hónapban a kezem az megsérült, ezt elmondtam, de én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, tehát ez, amit kaptam ettől a sporttól, meg ettől az egész műsortól, ez kegyetlen volt, tehát ezt nem tudom leírni, hogy mit érzek most. Kemény volt nagyon, de minden egyes percét, pillanatát, másodpercét élveztem, és még annak ellenére is, hogy így végződött a mérkőzés, nagyon-nagyon király volt. Ez volt a keményem, vagy amikor Beckham összeakadtál annak idején, tudod? A Liba legelőn. A Liba legelőn a Puskás stadionban. Nem, hát ott semmi nem volt, ott nem is akartam semmit. Ezt leiskoláztad a fiút. Mindig mondja a Balázs, hogy ezzel haknizok a Beckham sztorival. Én már nem akarok erről beszélni. Azt felhozzák, hogy mindig mindenki megkérdezi, hogy a Beckhamnek kellett volna boxolnod, na az lett volna a legjobb meccs, hát mondom, jó van, persze. Figyelj, de egyébként azt a javadra lehet írni, sőt nem hogy javadra lehet írni. Én megmondom összetem, amikor néztem a meccset, én nagyon meglepődtem rajta, hogy milyen szépen ütsz. Tehát 5 hónap után azért neked nagyon szép kis ütéséd volt. Marha, nagyon gyors vagy, úgy ütöd, ahogy kell az egyeneseket, fenn van a kezed végig. Hát még nagyon szép azért találataid is, igen, voltak, igen, egyébként. Tehát, ugye az erővel volt a gond, illetve nem gond volt a te erőddel, hanem a Jenőjé volt 3-szor akkora. Igen, meg még régebb volt a tója, de te egyáltalán, igen, nem vagy suta, tök ügyes vagy. Tényleg, jól csinálod. Nagyon köszönöm, azt azért megígéretem, hogy boxoló nem leszek, tehát ez nem azt mondom, hogy nem fogok lemenni sport. Még a terembe, hogy egyszer. Végre sport, mi a boxi is az. Csak
Itt egyébként a Jenőn nagyon lehetett látni, hogy sokkal régebb óta benne van. Egyből a hasamat, az oldalamat, a bordámat ütötte, hogy leessen a kezem, és úgy tudjon megütni. Ő rutinosan, ő erre felkészült, ő tudta, hogy hova kell ütni. Persze, hogy fönn volt a kezem, meg azért mozogtam sokat lábon, mert nekem jó az erőlétem, meg gyors vagyok, meg az ütemérzékem, de az, hogyha valaki ezt 5 hónap alatt azért nem lehet úgy megtanulni, hogy aki korábban több, nem is tudom mióta, több éve boxol, azt nem tudod megvenni. Tehát ő annyira pontosan ütötte a jobb felütéseket itt a bal bordámra, hogy azért esett le a kezem, és azért tudott megütni, és azért nem nyilván tudtam már annyira részem végezni, volt a taktikának, mert ezt ő tudta, hogy ezt így fogja csinálni, ha persze, le a kéz, és utána be. Figyelj, Peti, ami viszont zseniális és csodálatos volt a kiütésed utáni kis beszédet, figyelj, le a kalappal. Nagyon emberi volt, nagyon-nagyon szép volt. Ott szerintem még én is megkönnyeztem egy picit. Igen, az nagyon összeszedett volt, nagyon szépet mondtál a végén. Igen, igen, egy kiütés után így felállni azért az nagyon klassz volt. Rád írt a Jenő, vagy dumáltatok azóta? Persze, rám írt, még nem dumáltunk, de rám írt egy hosszú üzenetet, úgyhogy majd fogunk róla beszélni. Egy biztos, hogy vasárnap kint leszek, úgyhogy én szurkolni fogok neki, ahogy ezt elmondtam a meccs után is, neki szurkolok, úgyhogy remélem, hogy megnyeri ezt az egész Starboxot. Hát az egyik legkeményebb ellenfelet kaptam egyből, tehát igen, ez már 100%, ezt már a saját bőrömön is tapasztaltam. Egyébként nem gondoltam volna, hogy ennyire kemény lesz. Tehát tudtam, hogy jó, tudtam, hogy pontosabban, technikásabb, jobban üt, de nem gondoltam volna, hogy ennyire zoral lesz ott a ringbe. Tehát, hogy az egész. Tehát én ezért mondtam neked, Balázs, hogyha van jövőre, vagy amikor lesz következő Starbox, próbáld meg, boxoljál, tök jó felépítésed vagy, te is gyors vagy, szikár vagy, de ott ezt ott megélni, ez kegyetlen. Na, ez nagyon durva, a igen, hát látszik rajtatok. Én nagyon szikon, hogy neki az biztos, de nagyon, kegyetlen. Nagyon kegyetlen a ring. Igen. Nagyon kegyetlen. Hát, és a végén aztán még ráadásul Héder Barna is odament hozzád interjúzni. Igen, az volt az igazán kemény. Volt, hogy küzdöttél a mikrofonért. Nem adom. Nem akarta odaadni. Igen. Nem akarta odaadni, de legalább odaadta, aztán el tudtam mondani körülbelül, amit szerettem volna, úgyhogy vissza fogom nézni, most így nagyon-nagyon frissek ezek az élmények, és nagyon bennem van most minden, úgyhogy várjál még egy kicsit vele, persze, meg hát nyilván kielemzitek, megnézitek, igen, egészen durva volt ez az egész két menet. Peti, hívjuk még a Jenőt is, nagyon köszi, hogy itt voltál, vigyázz magadra, akkor vasárnap valószínűleg találkozunk, figyelj, mindenki, aki oda belép, ezt elmondtuk, te is, mindenki, ha nyersz, ha vesz, ez nagyon büszkék lehettek magatokra, nagyon menő, ez a felkészülés, ez a meló, ami, aki ha nem alibizi, mert vannak néhányan, de ti abszolút nem, elképesztő, amit ebbe beleraktatok. Munka, sport, szellemiség, hozzáállás, bátorság, szintén minden. Úgyhogy nagyon-nagyon menő, gratulálunk. Nagyon bátran küzdöttél, tényleg. Tényleg jó voltál. Nagyon menő voltál. Nagyon menő voltál. És hát jövőre akkor Balázs ellen, mert ugye csak haverok ellen boxolsz egy-két menetet. Pedig igen, vigyázz magadra, beszélünk. Addig van egy évet. Nagyon szeretünk, Pedig igen, vigyázz magadra. Csáu. Érdesem egyébként tényleg nem szimpli. Nagyon az gyerekek a rác ellen, igen, és hát azért, ha ott van egy bunyós előélet, már eleve nagyon bátor bemenni valakivel a ringbe, akinek tudod, hogy azért valamilyen előélete van. Tehát valószínűleg már jobb nálad, és így felvenni a kesztyűt, így belépni a szorítóba, azért az nagyon. Hát érted, se nem boxolnék vele, se nem indulnék ellen egy lecsófőző versenyen. Hiszem, igen, mit kell, hogy esélytelenek vagyunk. Az egyik nem dekáznál, a másik nem boxolnál. Igen. Na, itt van velünk a nyertes. Hello, Jenő, jó reggelt, ciao. Hello, jó reggelt, sziasztok. Hello. Jó reggelt, ciao, hello. Na, itt a hentes. A hentes. Nem, a mészáros. A mészáros. Hogy képzelni, még ütött is. Igen. Nagyon komolyan gondoltad. Nagyon mentél. Hát gyerekek, én őszinte leszek, ez erről szólt, és ugye kemény ütésváltások voltak, én ugyanúgy kemény ütéskezt védtem le a Petitől, tehát hogyha ha nem készültem volna erre, akkor én ugyanúgy benyalok egy ütést, és akkor ugyanezt történik. Tehát ez box, és ez benne van a pakliban, sajnos.
Te amikor kiütötted, akkor ugye visszaküldenek téged a sarokba. Itt néhányan mondták, hogy ugye később mentél oda, meg milyen, nem gondolom, mert szerintem tök korrektel oda mentél, lenéztél, lehajoltál, kérdezted, hogy mi van. Mennyit fog ebből ott föl az ember? Vagy mennyire érezted, hogy ott mozdulatlanul fekszik a Peti, mi történik? Ugye nyilván az ember adrenalin van benne, saját magára koncentrál. Mit lehet ebből ott közvetlenül a kiütés után felfogni, hogy mi történt? Ott fekszik egy haver mozdulatlanul, mennyi megy át ilyenkor? Semmi nem ment át, tehát én még, tehát nekem az a jönni és többször megnézni a felvételt, mert nem emlékeztem arra, hogy mi történt kifejezetten. Amire emlékszem, az az, hogy amikor megtörtént ez az ütés, amúgy ez nem is, tehát sokkal erősebb ütéseket bírt a Peti, és ez az ütés, ez egy kisebb ütés volt, csak jó helyre ment, tehát kiütési pontra ment. És az az igazság, hogy amikor ugye lement a Peti, akkor igazából egy dolog villant be, hogy a meccs előtt a vezetőbíró ugye mind a kettőnk köz bejött az öltözőbe, ismertette a szabályokat, elmondta, hogyha kiütés van, akkor egyből a sarokba menjek. És nekem ez bevillant a fejembe, és elindultam a sarokba, és igazából onnantól kezdve nem fogtam fel semmit, hogy mi történik utána szép lassan, és amit láthattatok ti is, hogy ugye szép lassan láttam, hogy mi történik. Igen, hogy aztán megmozdul, hogy aztán fölül, igen, de közben egyébként oda mentél hozzá, tehát volt egy ilyen. Igen, tehát erről beszéltünk, ti be vagytok küldve a sarokba, igen. Tehát azt az ütést, amivel leküldted, nem is érezted annyira erősnek, vagy nem is érezted, hogy úgy az abban a pillanatban összeesett? Hát azt így a boxolók azt mondják, hogy ez egy ilyen kipattant ütés, tehát ez egy ilyen ösztönös kipattant ütés, ez nem egy erőütés, ami történt. Az a lényeg, hogy igazából ez, ha jól láttam, akkor ez ilyen áll közeli helyen találta az ütés, és az egy ütési pont, tehát arra a felületre. Meg hát arról nem is beszélve, hogy ugye a Petire előtte rászámoltak. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ebben hibát nem kell úgy keresni, hogy ez a meccs egy hiba volt, akármi, tehát bementünk boxba. Gyerő, bocs, meg tudsz mozdulni egy picit a telefonoddal valamerre, igen, mert egy picit akad nekünk. Csak hogy igen, most lehet, hogy csak ha megmozdítod, ez picit segít. A lábunkát segítene nekünk. Tehát, hogy igazából ugye ez mind a kettőm aláírtuk a Petivel, ugyanaz, hogy igazából bárhogy elsülhet ez a meccs, ugye lesérülhetünk, bármi történhet velünk, tehát ez sajnos egy ilyen dolog. Ez benne van, persze. Hát erről beszéltünk, hogy mindenki egy felelősségvállalási találja. Igen, ez a box, ez abszolút benne. Na most, ha a barátod ellen így boxoltál, érted? Mi vár Istenes Bencére? Hát én nem vagyok egy ilyen fájkarat és fazon, tehát én nem fogok neki üzengetni, én nem veszem fel ezt a stílust. Annyit tudok csak nektek mondani kizárólagosan, hogy annyi üzenetet kaptam az elmúlt egy hónapban azzal kapcsolatosan, hogy a Bencét kapjam el, és hogy szorongassa meg, hogy én úgy döntöttem, hogy ez mindentől kezdve nemzeti ügy. Ha valaki nem értette, csak én azt mondtam, mert rossz a vonal, hogy annyi üzenetet kapott az elmúlt egy hónapban, uh-huh, hogy szorongassan a Bencét, hogy eldöntötte, hogy ez egy nemzeti ügy. Jenő, gratulálunk mindenkinek, neked is a melót, amit beletettetek a sportot. Hát egy konkrét életmódváltáson mentél át, lefogytál, leszánkásodtál, brutalizmus lettél, tehát amellett, hogy mentálisan is, amit ebbe beleraktál, sportilag is, fizikailag is, egészen más ember lettél szerintem, de tényleg lenyűgöző. Úgyhogy gratulálunk a meló részéhez is, meg a tegnap estéhez is. Nagyon bátrak vagytok mindenki, aki így oda bemegy, belép és így bunyózik, gyerekek, le a kalappal. Nagyon nagy meglepetést okoztál. Én elég sokszor elmondtam itt a műsorban, hogy nekem egy ilyen nagyon-nagyon kellemes meglepetés, hogy ilyen tekintetben én nem tudtam, hogy neked ennyi affinitásod van a küzdősportokhoz. Hát korábban láttam, hogy Schobert Nolbeval csináltatok, hát igen, az is jó volt. Mennyi box múltad van, Jenő, még egy rövid kérdés belefér, mennyi a box múltad, amit te aktívan boxoltál? 13 éves lettem felsőzőből, amikor nekem az összes barátom, főleg akikkel felkészítettem, ők többször is magyar bajnok, olimpikonok, tehát én ezekben a közegekben nőttem föl, én fociztam, viszont ők folyamatosan mentek edzésre. És néha-néha én is letévedtem egy-egy edzésre
serdülőkoromban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy volt olyan hét, amikor mentem háromszor, de volt olyan, hogy három hónapig nem mentem egy napot sem. És tehát így össze se tudnám számolni, hogy mennyi előéletem van, mert igazából nem volt folyamatos. Annyi, hogy nem onnan kezdtük, hogy bal jobb egyenes, mert az már ment. Tehát ennyivel jobb volt, de hogyha úgy válaszoljak, hogy könnyebben érthető legyen, akkor szerintem az Isten és Bencének több múltja van. Aha, uh-huh. Na megnézzük. Tehát aki már 5-6 éve jár le folyamatosan, az más. Jenő, vasárnap nézzük, kíváncsiak vagyunk. Nagyon köszi, ciao. Köszi, jó munkát, meg jó edzést. Köszi nagyon, gratulálunk, ciao. Ráról ellen majd a döntőben. Ciao, köszi Jenő, hello. 9:50 van, gyerekek, bocsánat, a vonal az picit rogyadozott. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Itt vagyunk, 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jaj. És van még ugye az Euronix játékunk. Az bizony, nem is egy-kettő. Kettő játékunk van. Volt kis rendszerhiba. Rendszerhiba volt, de meg megoldottuk. Megoldottuk, gyerekek, úgyhogy hívjuk akkor a nyerteseket, akik még mehettek ugye az Euronixba fotózni. Méghozzá kis kéményseprőt. Károly itt van velünk. Hello, Károly, jó reggel, ciao. Még nincs, de mindjárt jön csöngéstől, jön Károly. Nem tudja, hogy ő az. Igen, tessék. Hello, Károly, Balázsék, Rádió 1, ciao. Hello. Hello, sziasztok, srácok. Jó reggel. Nem sírunk. Nem sírunk, a győztesek nem sírnak. De igen, itt vagyunk. Jó reggel. Ciao. Hello. Sziasztok. Na. Te voltál ugye kéményseprőt keresni egy Euronix áruházban? Igen, Budaörsön. Budaörsön, így van. Budaörsön. Könnyen megtaláltad? Meg volt? Igen. Igen. Szerencsére, igen. Oda mentünk már csütörtökön is. Nagyon jó. De megtaláltátok. Nagyon jó. Meg. Oké, jól van. De nagyon lelkesek vagytok, hogy arra mentetek, vártatok egy órát, majd másnap visszamentetek. Igen, mi küldtünk benneteket. Mi akartunk jönni az áruházból, úgy küldtek ki, mert nem akartam elhinni, hogy... Hogy itt valami nem úgy van, ahogy mi mondjuk. Igen, hát néha mi is hibázunk egy kicsit. Igen, na figyeljek, akkor gratulálunk, mert ügyesek voltatok, megkaptuk a fotót, amit elküldtetek, úgyhogy mutatjuk, mi a nyereményetek, figyeljetek. Gratulálunk, nyereményed egy Gorenje szárítógép az Euronix felajánlásával. Hoppá! Ó, köszönjük szépen. Hát nagyon szívesen. Mi köszönjük a kis rajzot, igen, a gyerektől, mert ugye ilyen szép, igen, transzparens csinált, ez jó, négy levelű lóerével, Rádió egy Black Friday feliratta. Így van, igen. Oh. Szuper. Igen, abszolút. Nagyon szépen köszönünk mindent a családom nevében. Jó van, használjátok egészséggel akkor. Ciao, gratulálunk. Köszönöm szépen. Szia. Hello. Ez egy kéményseprőnknek sem lehet egyszerű. Nem ide gondolsz. Igen. Claudia, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Szia. Te is elmentél egy kicsit potyázni, rossz helyre kicsitörtökön, de pénteken viszont két gyerekkel, és pénteken újra elmentél, nagyon lelkes vagy. Igen, de akkor már férjemmel együtt, úgyhogy így könnyebb volt kivitelezni a fotót. Igen, viszont a fotó zseniális, mert a kéményseprő beleültette őket egy kosárba, egy ilyen gurulós kosárba, a két gyereket. Ti meg rohantok, igen, a gyerekek után, jó a fotó. Igen. Nagyon köszönöm, ezt még el kell mondani, hogy nagyon köszönöm a Dyson részlegen dolgozó csapatnak, mert nélkül nem jöhetett volna létre ez a kép, úgyhogy köszönöm még egyszer nekik. Ja, ők csinálták a képet, mert mindenket te rohantok. Igen. A bevásárlókocsi után beülnek a gyerekek, igen. Na, igen, akkor megmutatjuk a te nyereményedet is. Gratulálunk! Nyereményed egy Hisense UHD TV az Euronix felajánlásával. Úristen! Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm. Nagyon jól fog jönni, mert nincs tévénk, úgyhogy... Na, de milyen okból nem nagyon tévéztek, vagy egyszerűen csak még nem gyűjtöttetek össze rá, vagy költöztetek? Hát építkezünk, úgyhogy most így másra kell a financiális háttér, úgyhogy... Bátor vállalkozás. Hajrá. Építkezni az most egy nagyon bátor vállalkozás. Végén vagytok, elején most vágtatok bele, mi a helyzet? Hát most már elvileg pár hónap és költözhetünk. Én vagyok az állatorvos, aki építkezett, és veletek játszott a kulcsos játékba is, úgyhogy amikor az MG autót lehetett nyerni.
A minden segítség. Tényleg, az állatorvos, hogy igen, a ti építkeztek, és akkor most már a végén vagytok, nem csak a kivitelező igen, mondja, hanem ti is úgy gondoljátok, hogy tényleg a végén igen, köszönöm szépen. Jól van, használjátok egészséggel. Ciao, köszönjük szépen. Puszi nektek. Hello. Na gyerekek, és akkor még mindig megy a játék, ugye ez nem egy egyhetes játék, ez tovább csúszik egy kicsit. Szerdáig. Szerdáig, köszi, igen, akkor ezek szerint szerdáig, most már ezt is tudom. 14 és 17 óra között található itt most a kéményseprő, tehát nem menjetek se előbb, se később. És a mai helyszín, hát mit mondjunk a mai helyszínről, akartok egy félmondatot körbeírni, ugye a várost kérik, hogy ne nevezzük meg. Jaj, de szép kis állatkert van ott egyébként, ezzel egy picit szűkített mögött, mert nincsen túlságosan sok, de egyébként. Amíg azt is elmondjuk, hogy nem a Veszprémi, nem annyira kázik, megint szűkítettünk egy nagyot, nem a budapesti. Mennyi folyó találkozik ott egymással? Hogy szerettek ott régen hajózni is. Ó, igen, hú, hajó. De nagyon szerettek, így van. Hát azok, mint nem nagyon stoppolnak arra sok. Igen, lyukasodnak azok, az ablakosodnak azok, mint ablakosodnak, de hát ha hajózni kell menni, hajózni kell menni. Ha kepit kell inni, kepit akkor kell inni. Bizony. Akkor bizony, hát csak felvétel nem kell erről készíteni. Ablakozzokni, aztán... kepi, fekete pákó, aztán indulhat a hajó. Na szerintem meg is vagyunk. Szerekek, hát ebből nem tudjátok, akkor, akkor nem fogjátok tudni soha. Itt van ez a város, itt van egy gyönyörű Euronics áruház. Oda menjetek el, de kifejezetten 2 és 5 óra között, jó? És ott lesz a kéményseprő, akkor le tudjátok fotózni, jó? Margit sziget. Nem igen. A torok kéményseprőre, mint a hajón, hanem... Nem, más kéményseprőre. Igen. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma megint egy kicsit, tehát ilyen sportnapunk is volt, de női témáink is voltak. Női alkalmazott kontra női főnök volt az egyik témánk, ezt beszéltük meg női hallgatókkal, hogy ez rossz, nem rossz, milyen konkurencia harc van itt és rivalizálás, amit Szújó Zolit hívtuk, ugye, mert Mihelis Norbi világbajnok lett, közben feljöttek a csatorna fedelek Vegasba, ami teljesen amatőr hiba, és erről is beszélgettünk. Egy kicsit a bunyóról is szó, a Zoli sok mindenben érdekelt, úgyhogy egy kicsit autózgattunk vele. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Nagyon jól volt a futam maga. Tehát tényleg hozta, amit azért sokan vártak tőle, bár már ugye eldőlt rég a világbajnokság, de ez egy izgalmas jó futam volt, csak nagyon hülyén indult. Mert ugye 8 perc után leintették az első szabad edzést, mert felszakadt ez a bizonyos csatornafedél. Nem is ez a nagy csatornafedél, hanem az a, tudjátok, régen a kerti csapoknak, meg hát most is van még egy kisebb acél fedele, és azt nem heggeztették le rendesen, ebből van vagy 30 darab a pályán, és föltépte ugye ez a szívó hatása az autóknak, ez most különösen nagy, mert ugye az idei szabályok szerint már ezeket használják, tehát a fizikáját ennek a szívó hatásnak, és akkor hát Carlos Sainz rosszkor volt rossz időben az autójával, és 340 km-es sebességgel ráment erre a vas öntvény fedélre. Az egész autót átjukasztotta hosszába gyakorlatilag. Az ülése megsérült, az energiaellátó rendszer, az erőforrás ellen minden, és hát kapott egy 10 helyes rajtbüntetés, mert a szabály a szabály, meg egy pár millió dollárt sikerült elégetni néhány másik. De várja, ő egyébként miért kapta a rajtbüntetést? Azért, mert annyira megrongálta ez a csatornafedél a kocsit, hogy ki kellett cserélni például az akkumulátort, meg az erőforrás rendszernek. De ez nem, bocsánat, ez nem az ő hibájuk volt. Érted? Hát képzeld el, ez most a vita a Ferrari meg a szervezők között, hogy akkor vajon valamiféle kompenzációt lehet-e kérni csokorra, mert az nem a mi dolgunk lett volna, hogy hegesszük le rendesen azokat a csatornafedeleket. Egyébként precedens van, 2017-ben Bakuban történt hasonló Romain Grosjean autójával, és ott egyébként sikerült külön megállapodást kötni, tehát kaptak valamiféle pénzt extrában a szervezőktől, és képzeljétek el, hogy maguk a felügyelők is, a versenyfelügyelői, amikor kiadták ezt az információt a büntetésről, akkor beleírták, hogy bár értjük, hogy ez nem Sainz hibája volt, de nem tudunk más csinálni, mint hogy a szabályok szerint járunk el, és megbüntetjük a szokásos tétellel. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon faramúci helyzet volt, de ezt a Ferrari már jelezte, hogy egyébként megkezdik ezeket a tárgyalásokat. Idén ugye már költségsapka van, azt ne felejtjük el, hogy egy-egy ilyen pár millió dolláros sztori az nagyon nem fér bele, főleg az év végén, úgyhogy ez egy szitu. 340-nel telibe verte ezt a vas öntvény vackot. Mondom, hosszában átvitte az autót gyakorlatilag. Az ülések lyukat, a monokok, tehát a túlélő cella, ami körülveszi a versenyzőket, az megrongálódott. Úgyhogy szépen nézni, Maranellóból külön géppel hozni kell a motyót, mert Abu Dhabi van a hétvégén, tehát menni kell tovább a cirkusznak. Ez egy nagyon nagy extra költség. Abu Dhabi az utolsó, nem? Ott van a szezonzáró? Ott lesz a szezonzáró a
hétvégén, aha. Na, és akkor ugye az történt, hogy leintették 8,5 perc után a szabad edzést, és elkezdték a 30 darab ilyen cuccot leheggezgetni szépen akkurátusan. És ezzel csak az volt a gond, hogy elmaradt az első edzés, a második pedig, hogy is van, hajnal 2:30 vette kezdetét. Igen ám, de 2:30 lejárt a biztonsági személyzet munkaideje. Ezért 35 000 embernek azt mondták, hogy akkor lesznek szívesek fölállni, és elhagyni a területet. És ők morgolódva hazamentek, kaptak egy $200 vouchert, hogy Red Bull pólót meg McLaren. Jó az, nem rossz az. Na most gyereke, de valaki $30 000 fizetett a jegyért. És képzeljétek el, mai hír, hogy egy nagyon nagy múltú Las Vegas-i ügyvédiroda az 35 000 néző nevében keresetet indít a szervezők ellen, hogy hát valamiféle kompenzációt akkor ők várnak szeretettel, mert hogy egyébként hát megvették a jegyet nem kevés pénzért, és nem láttak semmit a szabad edzésen a pénzükért. Egyébként egy kicsit ilyen Le Mans hangulata volt a dolognak, mert hajnal 2:30 elkezdődött, hosszabb lett a második edzés, úgyhogy 4 órára végeztek is reggel 4-re. De elképesztő, hogy ennyi dollármilliót elköltenek 4-500-at az egész futamra, meg a piára, meg a, ahogy igen. kinéz a látványra, és közben elfejtik lehegeszteni a csatornafelügyelőt. Általában nézted, és ott nyomják, azért ehhez már van utcai futam az évközben, hát tehát van, ez a rutin azért hát meg kéne, hogy legyen. Persze, hát Monakóban 100 éve rendeznek autóversenyt, azért ott már mindenki tudja, hogy az az első, hogy rendesen lehegeztik, de hát Szingapurban, Bakuban, tehát egyre több utcai pálya van, ez a tudás megvan. Egy nagyon fontos információ még az egész hétvégével, meg a Las Vegas-i nagydíjjal kapcsolatban, hogy az ez volt a Liberty Media, tehát a Forma 1-nek, mint gazdasági vállalkozásnak a tulajdonosának az első olyan futama, amit házon belül ők rendeztek. Tehát nem volt egy helyi promóter, hanem ők csináltak mindent saját kezűleg, és ez egy teszt is volt, hogy vajon ez működik-e, és szerintem óriási szerencséjük van, hogy végül aztán a futam az tényleg egy izgalmas, jó, változatos verseny volt. Egy hatalmas több ezeres nőkkel tömött irodában dolgozom, egy túl jól kinéző csinos nő gyakran kevesebbet dolgozik, és nem igazán jó csapatjátékos. Többet foglalkozik magával, mint a másom munkával. Írja egyébként egy nő. Giz. Na, hogy azért csajnak válja ki a szemét. Igen, nekem a feleségem az állami szférában dolgozik, 3 női főnöke van, nem csak a piaci szférában szerintem, de ez mindenhol így van. Elképesztő veszélyfutásra szép, fiatal, okos, és a munka elején boldog nők helyzete az olyan női főnökökkel, akik elváltak és egyedül nevelik a gyermekeiket. A feleségem főnökének az okoz kér, hogyha a munka elején a boldog beosztottakat a munka végeztével kísért szemekkel látja távozni. Ez ilyen kemény, nem? Ez nagyon. Féltek én a magánéletre, a szerelemre, mindenre, igen. Itt van egy hallgatónk, Zsuzsi, hello, jó reggel, ciao. Nyasztok, hello. Szia, ciao. Te szia. Fotósként dolgozol, vagy dolgoztál? Igen, 12 éve dolgozok fotósként, főleg esküvőket, meg egy, amúgy ilyen női témában, tehát én nagyon szeretem az ilyen csajos fotókat. De hogy úgy lettem fotós, hogy amúgy engem nagyon sokat fotóztak, tehát mondhatom, hogy dekoratív nő vagyok. És hát van egy fotós oldalam, meg van egy privát Facebook oldalam, és az egyik leleményes menyasszony úgy döntött, hogy megkeresi a Facebook oldalamat, a simát. És hát rám írt, nem is felhívott, mert úgy volt, hogy szerződünk, tehát úgy volt, hogy minden oké, én leszek a fotósuk, és akkor egyszer csak a menyasszony rám írt, hogy hát megnézte a Facebook oldalamat, és hogy ő nem szeretné, hogy egy dekoratív hölgy legyen a fotósa. Ne őt nézzék, hanem engem. Na, ezért de... mondtam, hogy itt komoly önértékelés ja, is. Értem, most értettem meg. Jó, várj, igen, akkor én félreértettem, hogy ez, azt, ez csak a vőlegényre irányul, de nem. Tehát, hogy ne legyél jobban csillogó, szebb, dekoratívabb, mint ő, tehát, hát, hogy a többi vendég se veled foglalkozza. Igen. Aha. Igen, hát az esküvőre nem úgy megyek fotózni, mondjuk, hogy fenn van rólam egy szép kép, amit annó csináltak rólam szép ruhába, szép sminkbe, hanem kis szolidan, de hogy ő ezt úgy nem értette meg, hogy én nem fogok ott esti ruhába illegni mellette. Persze nehogy már mondják a részek haverjai vőlegények, hogy miért nem a fotós veszed el? Igen. Mennyivel egy, jó, de egyben volt. Igen, de azt mondjuk, ez az eset azért nekünk, nekem kicsit elfogadhatóbb, érted? Az esküvő az ő napja, mégis ő dönt, de amikor egy cégnél a szakmai életedet semmibe véve azért nem neveznek ki, azért nem vesznek föl, mert szép vagy, na az az igazi gáz. Itt azért ez valahol elfogadható, nem? Egy picit így megrántod a vállad, azt mondod, az hogy oké, mégis igen. Az de ő hogy a női féltékenységet, vagy a női attitűdöt azért azt jól jelzi, mutatja, hogy a nő a nővel azért igen, mennyire azért igen, rivalizálni. Azért ez tükrözi. Sziasztok, hello. Többen kézik. Mit mondtál, milyen Zsuzsi? Igen. Én rákeresnék. Igen. A főnök köszönje azt,
köszönöm. És ilyen kijelentett, hogy nem vesz fel nála szebb nőt. Ő is egy modell, akkor így gondolhatjátok, hogy milyen orkok között dolgozom. Mikor jelenlegi munkahelyre mentem interjúzni, a ott dolgozó ismerősén felhívták a figyelmem, hogy még csak véletlenül se látszódjon, hogy edzeni járok, mert az interjúztató hölgy, aki elég elhízott, pofára megy, ugyanis a férje itt dolgozik, aki szintén jár edzeni, és brutál féltékeny mindenkire. Öltözföl, takart el magad a hasájékon. Egy párnát tegyél be, előre is, és hátúra is. Legyen nagyon kövér, ronda, legyen zsíros a hajad, mert nem fognak felvenni. Nem mosakodj egy hét így. Hogy ne csak a nőkről legyen szó, nekem a volt főnököm meleg, és együtt interjúztattunk, volt egy szuperokos csávó, aki szintén meleg volt, ő pedig mondta, hogy nem őt akarja felvenni, mert nem akarja, hogy legyen nála cuki pasi a csapatban. Igen, így már amúgy is egy teljesen női csapatban jött egy nő, akiért finoman szóval sem értett a munkájához sajnos, szóval ilyen is van. Ez a cuki meleg, aki nem akarja, hogy legyen egy másik cuki. Én akarok itt lenni a legcuki, ezt értsétek meg, ugye? Hú, bárcsak azért nem vennének föl, mert jól nézek, írja valaki. Balázsik a Rádió Egyen. 6 perc múlva pontosan 10 óra, itt vagyunk. És hívjuk gyorsan még a nap hallgatóját. Vedd fel, öcseim. Vedd fel, hugom. Na, akkor olyan? Hugom. Van külön nyeremény? Bizony. És jó? Szerintem igen. Várj, Anna, szerintem most egy jó nyeremény, de komolyan. Majd meghallgatjátok. Na. Na. Mindjárt megnézzük, ki csöng egyetem. Úgy utálom, ha valaki 2G-vel mondja a heggesztést, Szolgatádám. Balázsék, jó reggel, ciao, hello, Ádám, ciao. Hello, írtál nekünk SMS-t, és úgy döntöttünk, hogy te legyél a nap hallgatója, csak nem mondtad, hogy Balázsék. Rosszkor? Hát megmondom őszintén, arra számítottam, hogy rejtett számról. Aha. Ha rejtett számról csörgünk, akkor az a baj, hogy rejtett szám. Ha kijelzi, akkor miért nem rejtett szám? Igen, össze-vissza több vonalunk van, teljesen. Valakinek sok a fején, azért, ha nincs azért. Valami neked soha nem jó. Hétfő meg pláne. Nem. Igen, merre hallgatsz minket? Gyöngyösen vagyok. Gyöngyösen. Mi folyik ott? Na figyelj, van egy plusz nyereményünk, Anna azt mondja, nagyon jó, meghallgatjuk ezt, megmutatjuk ezt, megnyerted. Nyereménye egy 72 000 forint értékű 3+1 alkalmas lézeres szőrtelenítés. Egy testrésze az Everden jó voltában. Meg is vagy. Ez az, egy jó lézeres szőrtelenítés. Végre. Nem lesz olyan subás a lábad. Vagy a melyik kosod. Hogy állsz a szőrrel? Vagy egy, mi a kiosztás? Genetikailag mennyire vagy elengedve durva? Nem annyira. Köpködsz le nagyon? Hátadon van ez őserdő. Ugye, ez mindjárt is meglepett ez a nyeremény, de akkor használd egészséggel. Hát, vagy odaadod egy csajszínak. Igen. Köszönöm. Jó. Szóval szereted. Köszi, ciao, hello, köszi, hogy írtam. Ciao. Ugye azt írta egyébként, ugye, hogy kabátot elmondta még a Szújó is, vagy talán igen, hogy megcétézték a kabátot azonnal még este, és hogy jobban van, nincs vele baj, és erre kérdezte, hogy boxoljak, hogy hamarabb bejussak CT-re, úgyhogy a 3 hónapos, fél éves várólistákra reagált humorosan hallgatunk, hogy akkor gyerekek, menjen boxolni, feküdj le, aznap este benn vagy CT-n. Nem? Tehát, hogy ennyi. Igen. Na jó, van, köszönjük szépen. Még van még egy érdekes SMS, hogy pont ma 7 éve búcsúztunk a klasztól, gyerekek. Aszta. Az ilyenkor volt. Hétfőn. Hát nyilván ja, nem ide esett, de... 9:57-kor, nem, te hülye, dátumilag ja. Novemberben. Tényleg mi ezt annyira nem követjük, de drágák vagytok, igen? Tehát az november 20 hétfő, simán lehet. Igen, valahogy úgy ért az igen, ott végét. Igen, biztos gőz volt, azt tudom. Igen. Ez azt jelenti, hogy 7 éve vagyunk a Rádió Egyen. Hullottak a levelek és a vakolat. Hát 7 év klassz, várjál. Igen. Egy év Danubius, 7 év klassz az 8. Hát igen. És akkor igen, 15. Hát 16-ba jöttünk el. 7 évet a sejtsere. 7 éve vagyunk a Rádió Egyen. Miért? Nem, 11. hó 16-án köszöntünk el, 2016, 11. hó 16, és itt 5-én köszöntünk na jó, el. Na oké, és de most... a 20-a van. Tehát na jó, de nem számszakilag dátumra pontosan, hanem 7 év. Hát a 7 év megvan. Oké, 7 év az megvan. No. Okay. Úgy hát igen, csak megvan. Nem a mai, csak nem azt írták, hogy a mai. Vagyunk. Tehát 16-án köszöntünk el. Igen. Uh-huh. Hát idén vagyunk 7 éve a Rádió Egyen. Hát decemberbe kezdtünk a Rádió Egyen. 16, december 5. Hát akkor 7 éve vagyunk a Rádió Egyen. Igen. Bocsánat, 6 év, 300,
Már mindjárt 42 év. Na, igen. Hát, igen, most lesz 7. 16-án köszöntünk el a klasszon. Asszal. Volt egy pici kis szünet. 16-án köszöntünk el, akkor nem jó, hogy ma köszöntünk el 7 azért éve. Azért mondom, hogy 20-a van, tehát ezért jöttem, hogy 16-án köszöntünk el. Miért is jelvességet? Na, tessék, Bannon, nem akarsz köszönködni. Most, Bannon, ugye? De nem akarsz szórakozni, és komolyan velem. Elmegy egy csomó időm, hülyes, ki ez az ember? De máma? Teljesen össze vagyok zavarodva. A kórház? Végig csak, hogy megyek a kórház? Teljesen össze vagyok zavarodva. Jó, no. Tehát megírtál valamit, ami nem úgy van. Hát igen, 16 körülbelül. Hát ez nagyon szép. Ne vigyetek el minket a málásba, igen, olyan tényleg. Könnyű minket bebőrözni, léci, ne. De szerencsére itt van mellettünk az élő lexikon, az élő naptár. Balázsik oldala dobta fel a Facebookon az összefoglalót, mentegetőzik a hallgató. Azt is bannolt. Kikapcsol Balázsik, tedd ki őket is. Nem, egyszerűen. Idegesítő hülyék. Balázsi, hát bannold őket, tedd ki őket. Máma! És van még itt egy nagyon fontos, hogy úgy utálom, ha valaki 2G-vel mondja a hegesztést, karosszériás suliba, ha valaki így mondta, egyes kapott órai munkára. Nagyon zavar, ha így hallom. Hallod, Jani? Nagyon fontos, hogy tudd a véleményedet ezzel kapcsolatban. Leszarom! Szép napot! Törölve vagy! Hát gyerekek, így már tényleg bármit lehet. Tökéletes. Ezt erre varjál gombot! Na jó, vagy jövünk holnap. Ennyi, ezt te mész meg. Maximális! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.